Mivel, hogy igazán sokan hozzáfogtak ahhoz, hogy rendre elbeszéljék a közöttünk végbement eseményeket, úgy, ahogyan továbbadták nekünk azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének. Én is únak láttam, hogy azokat, miután elejétől kezdve mindennek alaposan utána jártam, sorjában leírjam neked. Nagyra becsült. Teófilosz, hogy a beszédek felől, melyekre tanítottak, magad is megdönthetetlen bizonyosságot szerezhes. Heródesnek, Judea királyának idejében élt egy zakariás nevű Abia rendjéhez tartozó pap és felesége az áró lányai közül származó Erzsébet. Mindketten igazak voltak Isten szemében, és fethetetlenül éltek, betartva az Úr valamennyi parancsát és rendeletét. Mégsem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten igencsak hajlott korúak voltak. Történt egyszer, hogy mikor rendjének beosztása szerint Zakariás végezte az Isten előtti papi szolgálatot, a papság között szokásos sorshúzáson ráesett a sor, hogy bemenjen az úr templomába, és bemutassa az illatáldozatot. áldozatot. Eközben az illatáldozat ideje alatt az egész nép odakint imádkozott. Ekkor megjelent neki az úr angyala, az illat áldozati voltár jobb oldalán állva. Az megrendült a látványtól, és félelem szállta meg. Az úrangyal azonban így szólt hozzá. Ne félj, Zakariás, mert könyörgésed meghallgatásra talált, és feleséged, Erzsébet, fiút szül majd neked, akit Jánosnak fogsz nevezni. Örömödre lesz, és újjongsz majd, és sokan fognak örülni születésének, mert nagy lesz ő az úr szemében. Sebort se részegítő italt nem iszik, már anyja méhében megtelik szent szellemmel, és Izrael fiai közül sokakat visszatérít az Úrhoz, az Ő Istenükhöz. Az Ő színe előtt fog járni illés szellemeivel és erejével, hogy az apák szívét a gyermekekhez fordítsa, és az engedetleneket az igazak gondolkodás módjára vezesse, hogy felkészített népet állítson az Úr elé. Erre Zakariás így szólt az angyalhoz. Miről fogom én ezt felismerni? Hiszen vén vagyok már, és a feleségem is idős. Erre az angyal ezt válaszolta neki. Én Gábriel vagyok, aki Isten színe előtt állok, és azért küldtek, hogy beszéljek veled és ezt az öröm örömhírt elmondjam neked. Íme megnémulsz, és nem tudsz megszólalni addig a napig, amíg ez meg nem történik, mert nem hittél szavaimnak, amelyek befognak teljesedni a maguk idejében. Ez alatt a nép várt az akariást, és csodálkozott, hogy miért időzik annyit a templomban. Mikor pedig végre kijött, nem tudott hozzájuk szólni. Ebből rájöttek, hogy látomást látott a templomban, hanem mutogatott nekik, de néma maradt. Majd miután szolgálatának napjai leteltek, hazament. Ezt követően fogad meg felesége Erzsébet, aki elrejtőzött öt hónapra, mert azt mondta, ez tette velem az úr azokban a napokban, mikor rám tekintett, hogy elvegye szégyenemet, az emberek között. A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel a Názáret nevű galileai városba, egy Mária nevű szűszöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese. Az angyal bement hozzá, és így szólt. Üdvözöllek, kegyelembe fogadott az Úr veled. Mária mélyen megrendült a szavaktól, és elgondolkodott, ugyan miféle köszöntés ez. Mire az angyal ezt mondta neki? Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél. És meglátod, hogy fogansz majd a méhedben, és egy fiút fog szülni, akit Jézusnak nevezel. Nagy ember lesz. A legfelsőbb fiának hívják majd az Úristen neki adja majd atyának, Dávidnak trónját. Jákob házának király lesz mindörökké, és királyságának nem lesz vége. Mária erre azt mondta az angyalnak, hogyan történhet ez meg, hiszen én nem ismerek férfit. Az angyal pedig ezt válaszolta neki, a szent szellem fog rátszállni, és a legfelsőbb hatalma fog beárnyékolni téged. Ezért, aki megszületik, szennek hívják majd. Isten fia lesz. Láma rokonod, Erzsébet is fiút fogant öregségére, és akit meddőnek hívtak, már a hatodik hónapban van, mert Isten egyetlen szava sem hiúsulhat meg. Mária pedig azt mondta, az Úr szolgáló leánya vagyok. Történjék velem a te beszédet szerint. Ekkor az angyal eltávozott tőle. Azokban a napokban Mária felkerekedett, és sietve felment a hegyekbe, Judea egyik városába. Bement Zakariás házába, és üdvözölte Erzsébetet. Mikor pedig Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, mélyében a magzat rugdalózni kezdett. Erzsébet megtelt szent szellemmel, és hangosan kiáltott egy nagyot. Áldott vagy te az asszonyok között, és a méhegy gyümölcse is áldott. Hogy történhet ez meg velem, hogy az én uram anyja eljön hozzám? Mert képzel csak el, amint üdvözlésed hangját meghallottam, méhemben a magzat örömében rugdalózni kezdett. És boldog, aki elhitte, hogy amik megmondattak neki az úrtól, be fognak teljesedni. Mária pedig ezt mondta, lelkem magasztalja az urat, és szellemem újjong Istennek, az én szabadítómnak, mert meglátta szolgáló lányának alázatosságát. És én mostantól fogva minden nemzedék boldognak mond engem, mert nagy dolgot cselekedett velem a mindenható. Szent az ő neve, és irgalma az őt félőkön van, nemzedékről nemzedékre. Karja erővel cselekedett. Szétszórta azokat, akik szívük szándékában felfuvalkodtak. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és alázatosokat emelt fel. Éhezőket lakatott jól, bőségesen, és gazdagokat küldött el üreskézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt, mert megemlékezett írgalmáról, amiként atyáinknak megmondta Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária, mint egy három hónapig maradt Erzsébettel, majd hazatért. Amikor pedig eljött Erzsébetnél a szülés ideje, fiút szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy az úr nagyját tette rajta írgalmát, és együtt örültek vele. Mikor aztán a nyolcadik napon eljöttek a gyermeket körülmetélni, azt javasolták, hogy apja nevéről Zakariásnak nevezzék. Anya azonban ezt válaszolta, nem, hanem János lesz a neve azok erre azt felelték. Senki sincs a te rokonságodban, akit így neveznének. Odaintenek erre az apjának, hogy mit akar, mi legyen a neve. Az egy kis táblácskát kért, és azt írta rá. János a neve, amin a meglepődtek. Ekkor megnyílt Zakariás szája. Nyelve azonnal felódódott, és beszélni kezdett dicsőítve Istent. Félelem fogta el egész szomszédságát, és mindezek az események Júdea egész hegyvidékén szóbeszéd tárgyává lettek. És akik csak hallották, szívükre vették, és azt mondták, vajon mi lesz ebből a gyermekből? Mert az Úr keze volt vele. Apja szakariás pedig megtelt szent szellemmel, és így profétált. Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy rátekintett népére megváltást szerzett neki, és gyermekének, Dávidnak házából felemelte nekünk a szabadítás szarvát, ahogy a szent profétáink száján keresztül öröktől fogva hirdette, hogy megszabadít ellenségeinktől és mindazoktól, akik gyűlölnek bennünket, hogy irgalmasságot cselekszik apáinkkal, és megemlékezik szent szövetségéről, az esküről, amelyen megesküdött apánknak, Ábrahámnak, hogy megadja nekünk azt, hogy ellenségeink kezéből kiragadva félelem nélkül szolgáljuk őt szentségben és igazságban színe előtt, életünk minden napján. Téged pedig, kisgyermek, a legfelsőbb profétájának fognak nevezni, mert az Úr színe előtt fogsz járni, ő előtte, hogy útjait előkészítsd hogy a bűnbocsánattal megad népének az üdvösség ismeretét. A mi Istenünk szívéből fakadó könyörületességből, amely a meglátogat majd minket a napkelte az egekből, hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétben és a halál árnyékában vesztegelnek, hogy rávezesse a lábunkat a békesség útjára. A kisgyermek pedig növekedett, és egyre erősödött szellemben, és a sivatagban élt egészen addig a napig, amíg meg nem mutatta magát Izrael előtt. Augustus császár éppen az időt átadott ki egy rendeletet, hogy az egész birodalom lakosságát írják össze. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Kürénios volt a helytartó. Ekkor Kiki útra kelt a maga városába, hogy ott írják össze. Felment József is Galileából, Názáret városából, Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek hívnak. Mert Dávid házából és nemzetségéből származott. Hogy összeírják jegyesével, az áldott állapotban levő Máriával együtt, akinél éppen akkor jött el a szülés ideje, amikor ott tartózkodtak és megszülte első szülött fiát. Bepójálta, és lefektette a jászolba, mert a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és éjszakai őrségben vigyáztak a nyájukra. Ekkor az úr angyal odalépett hozzájuk, az úr dicsősége körül ragyogta őket, és nagyon megrémültek. De az angyal azt mondta nekik, ne féljetek, mert meglátjátok, jó hírt hoztam, amely nagy örömöt szerez nektek és az egész népnek. Mert megszületett nektek ma a szabadító Dávid városában, aki a Krisztus úr. Erről fogjátok megismerni. Találtok majd egy újszülöttet, aki bepójáva fekszik egy jászolban. Hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik így magasztalták Istent. Dicsőség a mennyekben Istennek, és a földön békesség a jó akaratú emberek között. Majd miután az angyalok elmentek tőlük a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Gyerünk, menjünk át most rögtön Betlehembe, és nézzük meg ezt a dolgot, amelyet az Úr tudtunkra adott. Sietve elindultak hát, és rátaláltak Máriára, Józsefre és a jászóban fekvő újszülötre. Mikor meglátták őket, elbeszélték a kisgyermekről nekik mondott kijelentést, és akik csak hallották, valamennyien megdöbbentek azon, amit a pásztorok beszéltek. Mária azonban megjegyezte ezeket a beszédeket, és a szívében fontolgatta őket. A pásztorok pedig visszatértek. Dicsérve és magasztalva Istent azért, hogy mindent úgy hallottak és láttak, ahogyan azt nekik megmondatott. Amikor a nyolc nap elteltével sor került a kisgyermek körülmetélésére, a Jézus nevet kapta, ahogyan az angyal nevezte el, mielőtt még anyja méhében megfogant. Miután pedig véget értek a Mózes törvényében megszabott tisztulási napok, felvitték Jézus Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Annak megfelelően, ahogy megvan írva az Úr törvényében, hogy minden fiú gyermek és himnemű lény, amely megnyitja anyja ölét, az Úr szentjének fog hivattatni, és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében mondottak szerint. Egy pár gerlét, vagy két galambfiókát. Élt ekkoriban egy Simeon nevű ember Jeruzsálemben. Igaz és istenfélő férfi, aki várta Izrael vigasztalását, és a Szent Szellem volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szent Szellemtől, hogy nem lát halált addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. Ő felment a szellemben a templomba. És amikor a csecsemő Jézust szülei a törvény erre vonatkozó előírásának elegetéve behozták, karjába vette, és e szavakkal áldotta Istent. Most bocsátod el a te rabszolgádat, uralkodó, békében, ahogyan megmondtad. Mert szemem meglátta szabadításodat, amelyet minden nép népszíne előtt elkészítettél. Hogy a nemzetek előtt a kinyilatkoztatás világossága, a te népednek, Izraelnek pedig dicsősége legyen. József és az anyja pedig megdöbbentek a róla mondottakon. Simeon ezután megáldotta őket, anyjának, Máriának pedig ezt mondta. Íme, ő sokak bukására és felemelkedésére van Izraelben, és jelül, amelynek ellen mondanak. Sőt, a telelkedet is éles kard vágja majd át, hogy sok szív gondolata lelepleződjön. Ott volt Anna nő is, Fanuél lánya, Ásertörzséből, aki igen élemedet korú volt. Szüzességétől fogva hét évig élt férjével, és ekkor már 84 éve volt özvegy. Ez az asszony nem hagyta el a templomot, hanem éjjel-nappal bőtöléssel és imádkozással szolgált. Ugyanabban az órában ő is előállt, magasztalva az Istent, és róla beszélt mindazoknak, akik várták a szabadítást Jeruzsálemben. Miután pedig az úr törvénye szerint mindent elvégeztek, visszatértek a városukba, a galileai názáretben a gyermek pedig növekedett és erősödött, beteljesedve bölcsességgel, és Isten kegyelme volt rajta. Szülei évről évre felmentek Jeruzsálembe a Pészek ünnepére. Mikor Jézus 12 éves lett, szokás szerint felmentek Jeruzsálembe az ünnepre. Mikor azután az ünnepek elteltével visszatértek, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben, anélkül, hogy a szülei tudtak volna róla. Mivel azt gondolták, hogy az úti társaságban van, már egy napi járóföldre elmentek, amikor elkezdték keresni a rokonok és ismerősök között. De mintha hogy nem találták meg, Jeruzsálembe visszatérve keresték. Végül is három nap múlva akadtak rá a templomban, amint ott ült a tanítómesterek között, hallgatva és kérdezgetve őket. Akik csak hallották, mind magukon kívül voltak a megdöbbenéstől, bölcsessége és feleletei miatt. Amikor szülei meglátták, megrendültek, és anyja azt mondta neki, Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, apád és én szomorúan kerestünk téged. Miről ő azt mondta nekik? Minek kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaival kell foglalkoznom? Ők azonban nem fogták fel a kijelentést, amelyet mondott nekik. Ezután elindult velük, lement Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Anyja pedig mindent gondosan megőrzött szívében. És Jézus gyarapodott bölcsességben, termetében, valamint kedvességben, Isten és az emberek előtt. Tiberius császár uralkodásának 15. évében, mikor Poncius Pilátus volt Júdea hajtartója, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Itúrea és Trakonitis tartományának negyedes fejedelme testvére Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Lüsziánász volt, Annás és Kajafás főpapsága idején Isten szavaszolt Jánoshoz, Zakariás fiához a sivatagban. Ezután bejárta a Jordán egész környékét, hirdetve a megtérésre szóló alámerítkezést a bűnök bocsánatára. Amint megvan írva Ézsaiás proféta beszédeinek könyvében, Kiáltó hangja a sivatagban. Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit minden völgy fel fog töltődni, minden hegy és minden domb le fog süllyedni, és a görbeutak egyenessé a göröngyösök simává lesznek, és minden test meglátja majd Isten szabadítását. A tömeghez pedig, amely merítkezni ment hozzá, így beszélt. Viperák ivadékai! Kifigyelmeztetett benneteket, hogy a közelgő harag elől megmeneküljetek teremjetek a megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek el mondogatni magatokban, a mi ősatyánk Ábrahám, mert állítom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is képes Ábrahámnak utódokat támasztani. És a fejsze már ott is van a fák gyökerén, tehát minden fát, amely nem hoz jó termést, kivágnak és tűzre dobnak. Ekkor a tömeg megkérdezte tőle, mit tegyünk hát, János pedig így szólt hozzájuk. Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek egy sincs, és akinek étele van, hasonlóan cselekedjék. Vámszedők is jöttek hozzá, hogy alámerítkezzenek, és azt mondták neki. Mester, mit tegyünk? Mire ő azt felelte nekik. Semmivel se szedjetek be többet annál, mint ami elő van írva. Megkérdezték őt a katonák is. Hát mi, mit tegyünk? nekik pedig azt válaszolta. Senkit ne félemlítsetek meg, senkit ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Miközben a nép feszülten várakozott, és valamennyien azt fontolgatták szívükben János felől, hogy vajon nem ő -e a Krisztus? János így felett minnyájuknak. Én vízben merítelek a látiteket, de eljön, aki erősebb nálam akinek még saru szíját sem vagyok méltó kifűzni. Ő szent szellemben és tűzben merít majd a látiteket. Kezében szórólapát lesz, hogy teljesen megtisztítsa szérüjét, s a gabonád csűrébe gyűjtse, a pejvát pedig oldhatatlan tűzzel égessel. Emellett még sok más dologban is intve őket, hirdette a népnek az evangéliumot. Amikor pedig Heródest, a negyedes fejedelmet, felelősségre vonta testvérének, Fülöpnek felesége, Heródiás miatt, és minden gonosz tettéért, az mindannak tetejébe még Jánost is börtönbe csukatta. Akkoriban történt, amikor az egész nép alámerítkezett, hogy miután Jézus is alámerítkezett és imádkozott, megnyílt a menny. A Szent Szellem testi alakot öltve galamként leszállt rá. Az égből pedig egy hang hallatszott. Te vagy az én szeretett fiam. Benned gyönyörködöm. Jézus akkoriban, mikor elkezdte tevékenységét, ugye harmincas éveiben járt, és úgy tartották, hogy József fia, Élié, Mattaté, Lévié, Melkié, יונאי, יוז'פי, מטטיאשי, עמוסי, נקומי, אסליי, נוגאי, מאותי, מטטיאשי, סמי, יוסיקי, יהודאי, יוצנני, ריסאי, זורובבלי, שאלטיאלי, נירי, Melkije Addié, Kószámé, Elmadámé, Éré, Jézusé, Eliézeré, Jórimé, Mattáté, Lévié, Shimeone, Júdáé, Józsefé, Jónámé, Eyakime, Meleai, Mennai, Mattai, Natani, Davide, Isai, Ubidi, Buazi, Salmone, Natshone, Aminadabe, Admine, orámy, cekrůny, pejreci, júdáji, jákoby, ižáky, Abrahami, Tarai, nákvůry, šeruky, reuji, Pelegi, Hebrew.

Enósi, Séti, Ádámi, Isteni. Jézus pedig a Szent Szellemmel megtelve eljött a Jordántól, és a Szellem arra késztette, hogy a sivatagba menjen, ahol negyven napon át rágalmazó próbára tette. Nem is evett semmit azokban a napokban de azok elmúltával megéhezett. A sátán pedig azt mondta neki, ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzon kenyérré. Jézus azonban ezt felelte. Meg írva, nem csak kenyéren él majd az ember, hanem Istennek minden szaván. Fel is vitte őt, és egy pillanat alatt megmutatta neki, a lakott világ valamennyi királyságát. Majd ezt mondta neki a rágalmazó. Neked fogom adni mindezt a hatalmat, és ezek dicsőségét, mert átadták nekem, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulva imádsz engem, mind a tiéd lesz. De Jézus így felelt neki. Megvan írva az urat, a te istenedet imád, és csak őt szolgáld. Elvitte őt Jeruzsálembe is. Odaállította a templom tetőpárkányára, és azt mondta neki. Ha Isten fia vagy, vezd le magad innen, mert megvan írva, angyalainak megparancsolja felőled, hogy őrizzenek téged, és tenyerükön hordoznak téged, hogy semmiképp se üsd kőbe a lábadat. De Jézus így válaszolt neki. Megmondatott. Ne tett próbára az urat, a te istenedet. Erre a rágalmazó, befejezve az összes próbatételt, egy bizonyos időre távol maradt tőle. Jézus a szellem erejével tért vissza Galileába, sír ment az egész tartományban. Ő pedig tanított zsinagógáikban, és mindenki dicsérte. Elment Názáretbe is, ahol nevelkedett, és szombat is szokása szerint bement a zsinagógába, és felállt, hogy felolvasson. Ekkor átadták neki Ézsaiás próféta könyvét, és kiterítve a tekercset, megtalálta azt a helyet, ahol írva áll. Az Úr szelleme van rajtam, mert felkent engem arra, hogy evangéliumot hirdessek a koldusoknak és a megtört szívőeket meggyógyítsam. Elküldött engem, hogy szabadulás érdesek a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megtörötteket, és hogy hirdessem az Úr kellemes évét. Majd összegöngyörítve a könyvtekercset, átadta azt a szolgának, és leült. A zsinagógában levők mind rászegezték tekintetüket, ő pedig beszélni kezdett hozzájuk. Ma beteljesedett ez az írás fületek hallatára, és mindenki tanú bizonságot tett róla, meg voltak döbbenve a kegyelem mondatain, amelyek elhagyták a száját, és azt mondogatták. Nem a József fia ez? Mire ő azt mondta nekik? Bizonyára azt a közmondást idézitek nekem: orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kafarnaumban, tedd meg azt itt is, a szülőföldeden. Majd hozzátette: Úgy van, ahogy mondom nektek. Egyetlen próféta szívesen fogadott a maga hazájában. Valóságos, amiről beszélek nektek. Illés idejében sok özvegyasszony élt Izraelben, mikor az ég bezárult három évre és hat hónapra. Úgyhogy nagy éhínség volt az egész földön. De közülük egyik hesse küldetett Illés, csak a Szidón melletti szareptában levő özvegyasszonyhoz. És sok leprásért élt Elizeus proféta idejében Izraelben. De közülük egyik sem tisztult meg, csak a szír Naámán. Ezt hallva a zsinagógában mindenki megtelt haraggal. Felugrottak, kikergették őt a városból, és elhurcolták annak a hegynek a peremére, amelyen városuk épült, hogy letaszítsák onnan. De Jézus közöttük áthaladva eltávozott. Ekkor lemente a galileai Kafarnaum városába. Szombatonként ott tanította őket és tanítása feldúlta őket, mert hatalommal beszélt. És volt a zsinagógában egy ember, akiben egy tisztátalan démon szelleme lakott, és ez hangosan felkiáltott. Jaj, mi közünk van egymáshoz, Názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy a kárhozatba taszíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus azonban ráparancsolt. Hallgass el, és menj ki belőle. Erre a démon elébük vetette őt, és kiment belőle. Semmit sem ártva neki. Mindenki megdöbbent, és így beszélgettek egymás között. Miféle tanítás ez? Hogy hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan szellemeknek, és azok kimennek. És elment a híre a környék minden helyére. Jézus pedig eltávozott a zsinagógából, és Simon házába ment. Simon anyósát éppen magas láz gyötörte, és megkérték őt vele kapcsolatban. Erre ő fölébe állva ráparancsolta lázra, mire az elhagyta az asszonyt, aki tüstént felkelt, és szolgált nekik. Napnyugta után pedig mindenki odavitte hozzá különféle kórokban sínlődő betegét, amennyi csak volt – ő pedig mindegyikükre rátette kezét, és meggyógyította őket. Sokakból démonok is kimentek, miközben azt kiáltozták. Te vagy az Isten fia! De rájuk parancsolt, és nem hagyta őket beszélni, mert tudták, hogy ő a Krisztus. Napkeltekor pedig kiment, és félre vonult egy kietle helyre. De a nép megkereste. Elébe mentek, és tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Ő azonban ezt mondta nekik: Más városokban is hirdetnem kell az Isten királyságát, mert ezért küldöttem. És prédikált Galilea zsinagógáiban. Egyszer, amikor a velelevő sokaság odatódult és hallgatta Isten beszédét, ő a Genezáreti tópartján állt, és meglátott két a tópart mellett veszteglő bárkát, amelyekből a halászok éppen kiszálltak, és hálóikat mosták beszállt az egyik bárkába, amely Simeoné volt, és megkérte, hogy vigye egy kisé bejjebb a parttól. Majd leülve a bárkából tanította a sokaságot. Miután pedig befejezte a beszédet, azt mondta Simonnak. Evezz a mélyre, és vesséte ki hálóitokat fogásra. Simon azonban azt felelte neki, Mester, egész a fáradoztunk, és semmit sem fogtunk. De ha te mondod, kivetem a hálót. Így is tettek, mire olyan hatalmas tömegű halat fogtak be, hogy hálóik is szakadoztak tőle. Erre odaintettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik, azok pedig odamentek, és úgy megrakták mindkét bárkát, hogy kis hián elsüllyedtek. Ennek láttára Simon Péter Jézus térdéhez borult, és így szólt, menje tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram mert a halfogás miatt döbbenet fogta előtt, és mindazokat, akik vele voltak segíteni. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedaihoz fiait, akik Simon társai voltak. Akkor Jézus azt mondta Simonnak, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz halászni. Ekkor a bárkákat a partra húzták, és mindenüket otthagyva követték őt. Egyszer, mikor az egyik városban járt, volt ott egy leprával borított ember, aki meglátva őt arcra borult, és eszavakkal kérlelte. Uram, te meg tudsz tisztítani engem, ha akarod. Ekkor kezét kinyújtva megérintette őt, és így szólt. Akarom, tisztulj meg. És azon nyomban letisztult róla a lepra. Jézus azonban megparancsolta neki, hogy senkinek ne mondja el, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és vidd oda a tisztulásért járó áldozatot, ahogyan azt Mózes rendelte, hogy bizonyíték legyen a számukra. De annál inkább beszéltek róla mindenütt, és hatalmas tömeg gyűlt össze, hogy hallgassák, és meggyógyítsa őket betegségeikből. Ő azonban visszavonult a sivatagba, és imádkozott. Történt egyszer azokban a napokban, hogy tanított, és ott ültek a farizeusok és törvénytanítók, akik Galilea és Júdea valamennyi településéről és Jeruzsálemből jöttek, és az Úr ereje ott volt, hogy gyógyítson. És lám, férfiak hordágyon hoztak egy embert, aki béna volt, és azon igyekeztek, hogy bevigyék és letegyék eléje. De mert nem találták a módját, hogyan vigyék őt keresztül a tömegen, felmásztak a házra, és a cseréptetőn áteresztették le, ágyastól középre, Jézus elé. Ő pedig hitüket látva így szólt. Ember, megvannak vannak bocsátva a bűneid. Erre az írás tudók és a farizeusok okoskodni kezdtek. Ki ez az Isten káromló? Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanem egyedül Isten. Jézus azonban felismerte, hogy mind gondolkodnak, és azt kérdezte tőlük, mit okoskodtuk a szívetekben? Mi a könnyebb, azt mondani, bűneid meg vannak bocsátva, vagy azt kej fel, és járkál. De hogy lássátok, az ember fiának hatalma van a földön a bűnöket megbocsátani. Neked mondom, szólt a Bénához. Kelj fel, vidd az ágyadat, és menj haza. A béna pedig szemük láttára azonnal felállt. Fogta a fekhelyét, és Isten magasztalva hazament. Ekkor mindenki extázisban dicsőítette Istent. Megteltek félelemmel, és így szóltak. Hihetetlen dolgokat láttunk ma. Ezek után kiment, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt, amint ott ült a vámházban és azt mondta neki, kövess engem. Mire az ott hagyva mindenét felkelt, és nyomába szegődött. Lévi nagy fogadás rendezett tiszteletére a házában, ahol vámszedők és más egyebek nagy sokasága volt jelen, akik velük együtt telepedtek az asztalhoz. A farizeusok és írástudóik azonban morgolódtak, és azt mondták tanítványainak. Miért esztek és isztok együtt vámszedőkkel és bűnösökkel? Jézus azonban így válaszolt nekik. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívjam a megtérésre. Azok pedig azt mondták neki. Mi azok annak, hogy János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak? és a farizeusok is hasonlóképpen tesznek. A tieit pedig esznek és isznak. Jézus erre azt válaszolta. Hogyan is vehetnétek rá a népet, hogy bőtöljön, amikor velük van a vőlegény? De jönnek napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény. Akkor azokban a napokban majd bőtölni fognak. Mondott nekik egy példázatot is. Senki sem vág ki foltot új ruhából, hogy azt régi ruhára tegye. Mert ha ezt tenné, az újat is eltépné, és a régihez sem illene az újból való. És senki sem tölt új bort régi tömlőkbe. Mert ha így tenne, az új bor szétrepesztené a tömlőket. Így a bor is kifolyna, és a tömlők is tönkre mennének hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni. De senki, aki óbort iszik, nem kívánja az újat, mert azt mondja, jobb a régebbi. A húsvét szombatját követő szombaton éppen gabona táblákon haladt át, miközben tanítványai tépdesték és ették a kalászokat, kezükkel kimorzsolgatva azokat. A farizeusok közül néhányan azt mondták, Miért tesztek olyat, amit szombaton nem szabad? Jézus erre így válaszolt nekik. Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett? Bement az Isten házába, elvette a kitett kenyereket, megette, és társainak is adott belőlük, pedig azokat csak a papoknak lett volna szabad megenniük. Majd azt mondta nekik, az emberfia ura a szombatnak. Egy másik szombaton meg az történt, hogy bement egy zsinagógába tanítani. Volt ott egy ember, akinek a jobb karja meg volt merevedve. Az írástudók és farizeusok pedig azt lesték, vajon gyógyít-e szombaton, hogy legyen mivel megvádolniuk. Ő azonban látta szándékukat, és így szólt a megmerevedett kezű emberhez. Kej fel, és állj ide középre az felkelt és odaállt. Jézus ekkor azt mondta nekik, kérdelek benneteket, vajon szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, lelket menteni, vagy elveszíteni. Majd miután valamennyiükön végignézett, azt mondta neki, nyújtsd ki a karodat. Az megtette, és a keze ugyanolyan ép lett, mint a másik az ott levők pedig beteltek esztelenséggel, és azt kezdték el tárgyalni egymás között, hogy mit tegyenek Jézussal. Ez időtáj történt, hogy kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva töltötte az egész éjszakát. Amikor pedig megvírat, a tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett el. Simont, akit Péternek is hívott, és annak testvérét Andrást. Jakabot, Jánost, Fülöpöt, Bertalant, Mátét és Tamást. Jakabot, Alfajos fiát, Simont, akit Zelótának mondtak. Júdást, Jakab fiát, valamint a Kerióti Júdást, aki áruló lett majd velük együtt lemenve onnan egy sík terepen állt meg. Vele volt tanítványainak nagy sokasága, és rengeteg ember egész Júdeából és Jeruzsálemből, a tenger melléki vidékekről, Tűroszból és Szidomból, akik azért jöttek, hogy hallgassák és meggyógyuljanak betegségeikből. És akiket tisztátalan szellemek gyötörtek, orvoslás nyertek. És az egész tömeg azon igyekezett, hogy megérintesse őt, mert erő árad ki belőle, és mindenkit meggyógyított. Ő pedig tanítványaira tekintett, és így szólt hozzájuk: Boldogok vagytok, koldusok, mert tiétek az Isten királysága. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd jól lakatnak titeket. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert majd nevetni fogtok. Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek benneteket az emberek. És ha szidalmaznak, és kiközösítenek titeket, mint mi gonosztevőket az ember fiáért. Örüljetek azon a napon, ugráljatok örömötökben, mert íme nagyati fizetségetek a mennyben, mert az ő atyáik ugyanígy tettek a profétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert megkaptátok a vígasztalásotokat. Jaj nektek, akik most elteltetek, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert gyászolni és sírni fogtok. Jaj nektek, ha minden ember jó véleménye van rólatok, mert az ő atyáik ugyanígy tettek a hamis prófétákkal. Nektek pedig, akik hallgattak, azt mondom, szeressétek ellenségeteket, és tegyetek jót gyűlölőitekkel. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Imádkozzatok azokért, akik gyaláznak benneteket. Ha valaki pofon üttéged, annak tartsd oda a másik arcodat is. És ha valaki elveszi a köpenyedet, attól az ingedet se tagad meg aki csak kér tőled, mindnek adj. És aki elkéri azt, ami a tied, ne követed tőle vissza. Amit akartok, hogy az emberek veletek tegyenek, ti is ugyanúgy tegyétek meg velük. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugye mi örömötök van abból? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És hogyha azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, ugyan mi jó származik nektek abból? A bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsön, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, ugyan mi jó származik nektek abból? A bűnösök is adnak kölcsön bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami megilleti őket. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön. Semmit sem remélve vissza. És fizetségetek nagy lesz. És a legfelsőbb fiai lesztek, mert ő jóindulatú a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek írgalmasok, miként atyátok is írgalmas. Ne vádoljatok, hogy titeket se vádoljanak. És ne ítéljetek, hogy el ne ítéltessetek bocsássatok meg, és nektek is megbocsátatik. Adjatok, és nektek is adatik. Jókora, megnyomott, megrázott, túlcsorduló mértékkel mérnek majd öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek majd viszonzásul nektek. Egy példázatot is mondott nekik. Vezethete vak, Vakot. Nem esnek-e mindketten gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél, aki pedig teljesen felkészült, az olyan lesz, mint a mestere. Miért nézed a szálkát testvéred szemében, miközben a saját szemedben nem veszed észre a gerendát? Hogy mondhatod a testvérednek, testvérem? Hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor saját szemedben nem látod a gerendát. Képmutató. Dobd ki először a te szemedből a gerendát, és aztán fogsz elég élesen látni ahhoz, hogy testvéred szeméből kivedd a szálkát. Mert nem jó az a fa, amely romlott termést hoz, és viszont nem beteg az a fa, amelyik jó termést hoz. Mert mindegyik fát, saját terméséről lehet megismerni. Hiszen a bogáncsról sem szednek fügét, és a csipke bokorról sem születelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből hozza elő a jót, a gonosz pedig a gonoszból hozza elő a gonoszt. Hiszen a szív túlcsordulásából szól a száj. Miért hívtok így engem? Uram, uram! Miközben nem teszitek azt, amit mondok. Megmutatom nektek, kihez hasonlók mindazok, akik hozzám jönnek, hallgatják szavaimat, és megcselekszik azokat. Ahhoz a házépítő emberhez hasonlók, aki mélyre leásott, és a sziklára helyezte az alapot. Így, mikor jött az áradás, ostromolta a folyó azt a házat, de nem volt képes megrendíteni, mert jól volt megépítve aki pedig meghallgatta beszédeimet, de nem cselekedte meg őket. Hasonló ahhoz az építkező emberhez, aki alap nélkül a puszta földre építette házát. Ostromolta a folyó, mire az nyomban összeroskadt, és igen nagy kár keletkezett abban a házban. Miután befejezte minden beszédét, amelyet a nép hallatára mondott, bement Kafarnaumba. Egy századosnak volt ott egy nagy becsben tartott szolgája, aki olyan beteg volt, hogy már haldoklott. Mikor a százados hallott Jézus felől, zsidó véneket küldött hozzá, megkérve őt, hogy jöjjön el, és szabadítsa meg szolgáját. Mikor azok odaérkeztek hozzá, buzgón kérlelték. Méltó arra, hogy megted neki, mert szereti a népünket, és a zsinagógát is ő építette nekünk. Jézus erre elindult velük. Mikor pedig már nem messze járt a háztól, a százados elküldte barátait ezt üzenve neki: Uram, ne fáradj, mert nem vagyok alkalmas arra, hogy belépj a házamba. Ezért sem tartottam magamat méltónak arra, hogy én menjek el hozzád, hanem csak parancsold meg, és meggyógyul a szolgám. Hiszen én is hatalom alatt álló ember vagyok, és alattam is szolgálnak katonák. És azt mondom az egyiknek, menj el, akkor elmegy. Vagy ha a másiknak, gyere ide, akkor ide jön. És azt mondom a szolgámnak, tedd meg, akkor megteszi. Amikor Jézus ezt meghallotta, meglepődött rajta. És hátrafordulva így szólt az őt követő tömeghez: Azt mondom nektek, még Izraelben sem találtam ekkora hitet és mire a küldöttek visszatértek a házhoz, a beteg szolgát gyógyultan találták. Másnap történt, hogy egy Nain nevű város felé vette útját. Vele mentek tanítványai, és egy jókora tömeg. Ahogy a város kapujához közeledett, egyszer csak egy halottat hoztak kifelé, egy anya egyetlen fiát. Az anya pedig özvegy volt, és rengetegen követték a városból. Mikor az úr meglátta az asszonyt, megindult rajta, és így szólt hozzá. Ne sírj. Azután odament, és megérintette a koporsót, mire azok, akik vitték, megálltak. Ekkor azt mondta. Fiatal ember, neked szólok. Kelj fel. Erre a halott feltámadt, és beszélni kezdett. Jézus pedig átadta az anyjának. Félelem el mindenkit, és e szavakkal dicsőítették Istent. Nagy prófét a támad közöttünk, és Isten rátekintett a népére. Ez a hír egész Judeában és az egész környéken elterjedt róla, és mindezeket hírül vitték Jánosnak a tanítványai. Mire János kettőt közülük magához hivatva elküldte őket az úrhoz ezekkel a szavakkal. Te vagy az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk? Mikor ezek a férfiak megjelentek, nála ezt mondták: Keresztelő János küldött minket hozzád, és ezt kérdezi: Te vagy az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk? Jézus abban az órában sok ember gyógyított meg betegségekből, fájdalmakból, szabadított meg gonosz szellemektől, és sok vakot ajándékozott meg szemevilágával. Így válaszolt nekik: Menjetek, és vigyétek hírű Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok újra látnak, bénák járkálnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak. Halottak támadnak fel, és koldusoknak az evangéliumot hirdetik és boldog, aki nem botránkozik meg rajtam. Miután János követei elmentek, Jánosról kezdett beszélni a tömegnek. Miért mentetek ki a sivatagba? Hogy megnézzetek egy széltől ingatott nátszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Hisz a pompás és fényűző ruházatúak királyi palotákban laknak. Hát akkor miért mentetek ki, hogy lássatok egy profétát? Igen, azt mondom nektek, profétánál is rendkívülippet. Ő az, akiről megvan írva. Íme elküldöm előtted követemet, aki előkészíti utadat előtted. Azt mondom nektek, azok közül, akik asszonytól születtek, senki sincs nagyobb Jánosnál. De az Isten királyságában a legkisebb is nagyobb nála. És az egész nép hallgatott a szavára. Még a vámszedők is igazat adtak Istennek, mivel alámerítkeztek a János alámerítkezésével. De a farizeusok és a törvénytudók elutasították Isten rájuk vonatkozó akaratát, és nem merítkeztek alá általa kihez hasonlítsam hát e nemzedék férfiait? Kihez is hasonlók ezek? Hasonlók a téren ülő gyermekekhez, akik így kiáltoznak egymásnak. Furuljáztunk nektek, mégsem táncoltatok. Síratót énekeltünk, mégsem sírtatok. Mert eljött keresztelő János, aki nem eszik kenyeret, és nem iszik bort, és azt mondjátok, démon van benne. Eljött az emberfia, aki eszik és iszik. Erre azt mondjátok: lám, falánk és iszákos ember. Vámszedők és bűnösök barátja. És igazolták a bölcsességet annak gyermekei. Meghívta valaki a farizeusok közül, hogy nála egyék. És miután bement a farizeus házába, leheveredett. Egyszer csak egy asszony, aki bűnös módon élt abban a városban de megtudta, hogy Jézus a farizeus házában fekszik, fogott egy illatos kenőcsel teli alabástrom szelencét, és hátulról megállt Jézus lábainál sírva. Könnyei ráhullottak lábaira, mire hajával törölte le őket. Csókolgatta a lábait, és megkente az illatszerrel. Ennek láttán a farizeus, aki meghívta, azt mondta magában. Ha ez proféta volna, tudná, hogy kiféle, miféle ez az asszony, aki hozzáér. Tudná, hogy bűnös. Erre Jézus megszólalt, és ezt válaszolta neki. Simon, van valami mondani valom számod? Simon, van valami mondani valom számodra? Mire az így szólt? Mondd, mester! két adósa volt egy hitelezőnek. Az egyik 500 dénárral tartozott, a másik 50 -nel. De mint hogy nem volt miből megadniuk, mindkettőjüknek elengedte. Melyikük fogja hát jobban szeretni őt? Simon az felelte, gondolom az, amelyiknek többet engedett el. Őre azt mondta neki, helyesen ítélted meg a dolgot. Ekkor az asszony felé fordulva így szólt Csimonhoz: Látod ezt az asszonyt? Mikor bejöttem a házadba, vizet nem adtál a lábaimra, ő pedig könnyeit hullott a lábamra, és hajával törölte meg. Meg sem csókoltál engem, ő meg mióta bejött, nem szűnt meg csókolgatni a lábamat. Olajjal sem kented meg a fejemet, ő pedig illatszerrel kente be lábamat. Ezért azt mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatott meg, kevésbé szeret. És így szólt az asszonyhoz. Megvannak bocsátva a bűneid. Az asztaltársaság pedig elkezdte kérdezgetni egymás között. Kicsoda ez, hogy még a bűnöket is megbocsátja? Jézus pedig azt mondta az asszonynak, a hited megmentett téged, menj békével. Ezután bejárta a városokat és falvakat, prédikálva és hirdetve Isten királyságának örömhírét. Vele volt a tizenkettő, és még néhány asszony, akiket gonosz szellemektől és erőtlenségekből szabadított meg. A Magdalai Mária, akiből hét démon ment ki, továbbá Johanna, Húzának, Heródes intézőjének felesége, és Zsuzsanna, és még sok más asszony is, akik vagyonukból szolgáltak neki. Miután nagy tömeg gyűlt össze azok közül is, akik a városokban csatlakoztak hozzá, példázatban szólt hozzájuk. Kiment a vető, vető magot vetné. És miközben vetette a magot, némelyik az út félre esett, és eltaposták. Vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklára esett, de mikor kinőtt, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik meg a bozót közé esett, és mert a bozót vele együtt növekedett, megfojtotta. Némelyik pedig a jó földbe esett, és mikor szárba szökött, százszoros termést hozott. Majd emelt hangon hozzátette. Akinek van füle a hallásra, hallja meg! Mikor tanítványai megkérdezték tőle, mit jelent a példázat, azt mondta. Nektek megadatott, hogy értsétek az Isten királyságának titkait. De a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássák, és akik hallják, ne értsék. A példázat értelme a következő. A mag Isten igéje. Az útfére szóródottak azt példázzák, amikor az ige hallgatóihoz eljön a rágalmazó, és kikapja azt a szívükből, nehogy hitre jussanak és megszabaduljanak. A sziklára esettek azt példázzák, amikor az ige hallgatói nyomban örömmel fogadják az igét, de nincs ebben gyökere. Ezért egy darabig hisznek, a megpróbáltatás idején azonban elszakadnak. A bozótba hullottak azt példázzák, amikor hallgatnak az igére, de elmennek, és az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják őket, és nem tudnak termést hozni. A jó földben levők pedig azt példázzák, amikor azok, akik jó és igaz szívvel hallgatják az igét, ragaszkodnak hozzá, és kitartóan gyümölcsöznek. Senki sincs, aki lámpát gyújt, és a fazék alá rejti, vagy az ágy alá teszi, hanem a lámpatartó rakja, hogy akik bejönnek, lássák a világosságot. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, sem olyan titok, amely ki ne tudódna, és ismerté ne válna. Vigyázzatok hát, hogyan hallgatjátok az igét. Mert akinek van, annak még adnak, de akinek nincs, attól azt is elveszik, amiről úgy gondolja, hogy az övé. Elmentek hozzá anyja és testvérei, de a tömeg miatt nem tudtak hozzá férkőzni. Ekkor szóltak neki, anyád és testvéreid állnak odakint, és látni akarnak téged. Mire ő azt felelte nekik, az én anyám és testvéreim azok, akik hallgatják Isten igéjét, és megcselekszik azt. Történt egy napon, hogy tanítványaival együtt bárkára szállt, és azt mondta nekik: Menjünk át a tó túlsó partjára. El is indultak. Hajózás közben azonban ő elaludt. Ekkor szélvihar tört ki a tavon, a bárka pedig kezdett egészen megtelni, úgyhogy veszélyben forogtak. Ekkor odamentek hozzá, és felköltötték. Mester, mester, elveszünk! hajtogatták. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre és a habokra, mire megszűnt a háborgás, és szélcsend lett. Akkor azt mondta nekik: Hol van a hitetek? Ő pedig rémülten és döbbenten mondogatták egymás között: Kicsoda hát ez? Hogy a szeleknek és a vizeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. Majd áthajóztak a Gadaraiak vidékére, amely Galileával átellenben fekszik. Mikor kiszállt a partra, a város felől szembe jött vele egy férfi, akiben démonok voltak. Úgyhogy jó ideje már ruhát sem tűrt meg magán, és házban sem tudott megmaradni, hanem kriptákban lakott. Mikor ez meglátta Jézust, felüvöltött, elébe vetette magát, és azt ordította: Mi közünk van egymáshoz? Jézus, a legfelsőbb Isten fia! Kérlek, ne kínozz engem! Mert megparancsolta a tisztátalan szellemnek, hogy menjen ki abból az emberből. Mint hogy a szellem régóta tartotta őt megszálva, láncokkal is megkötözték. Lábát is kalodába zárták, és úgy őrizték. De széttépte a bilincseit, és a démon folyton kiűzte a sivatagba. Jézus pedig megkérdezte tőle: Mi a neved? Az azt felelte: Légió, mert sok démon ment bele. Majd kérlelték, hogy ne parancsolja le őket a mélységbe. Volt pedig ott egy jókor a disznókonda, amelyik a hegyen turkált, és a démonok megkérték, engedje meg nekik, hogy azokba mehessenek. Jézus megengedte. Erre a démonok kijöttek az emberből, belementek a disznókba. A konda pedig a hegyoldalról a tóba rohant, és belefulladt. A kondások a történtek láttára elfutottak, és elhíreztelték ezt a városban és a falvakban. Az emberek pedig kijöttek, hogy megnézzék, mi történt. De amikor odamentek Jézushoz, és ott találták azt az embert, akiből a démonok kimentek, amint ott ült felöltözve, és épp elmével, Jézus lábainál, félelem fogta el őket. A szemtanúk pedig elbeszélték nekik, hogyan szabadult meg a démonizált ember. Ekkor a gadaraiak környékének egész sokasága arra kérte őt, hogy menjen el tőlük, mivel nagy félelem szállta meg őket. Ő pedig bárkára szállva visszafordult. Az az ember pedig, akiből kimentek a démonok, arra kérte, hogy hadd maradjon vele. Jézus azonban elküldte, és ezt mondta neki. Menj haza, és beszéld el, hogy mit tett veled Isten. Az el is ment, és az egész városban hirdette, hogy mit tett vele Jézus. Mikor visszatért Jézust, tömeg fogadta, mert már mindannyian várták. És lám eljött egy Jairos nevű ember is, aki a gyülekezet vezetője volt, és Jézus lábai elé borulva kérte, hogy menjen el a házába, mert egyetlen lánya, aki mint egy tizenkét éves lehetett, haldoklott. Miközben arra felé vonultak, mindenfelől szorongatta a tömeg. Ekkor egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásos volt, és már egész vagyonát az orvosokra fecsérelte, de egy se tudta meggyógyítani. Hátulról oda ment hozzá, megérintette ruhája szegélyét, mire azonnal elállt a vérfolyás. Jézus pedig megszólalt. Ki érintett meg? De miután mindannyian tagadták, Péter azt mondta, Mester, tömegek tolonganak körülötted, és szorongatnak téged. De Jézus így felett, valaki megérintett, mert észrevettem, hogy erő árad ki belőlem. Az az, hogy látta, hogy nem sikerült rejtve maradnia, ezért remegve előjött, leborult eléje, és az egész nép előtt elmondta, miért érintette meg őt, és hogy azonnal meggyógyult. Jézus erre azt mondta neki, légy nyugodt, lányom. A hited megszabadított. Menj békével. Miközben még beszélt, ezzel a hírrel jött valaki a zsinagógai előjáró házától. Leányod meghalt. Ne fáraszd tovább a mestert. Mikor Jézus ezt meghallotta, így szólt hozzá. Ne fé, csak higgy, és megmenekül. A házba belépve senkit sem engedett magával bemenni, csak Pétert, Jánost és Jakabot, valamint a kislány apját és anyját minnyáján síratták és gyászolták a gyermeket. De Jézus azt mondta, ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik. Ám azok csak gúnyosan nevettek rajta, mert tudták, hogy meghalt. Ő azonban megfogta a lányka kezét, és rákiáltott. Kelj fel, leányom! Ekkor visszatért belé a szelleme, azonnal felkelt, ő pedig megparancsolta, hogy adjanak neki enni. A szülei magukon kívül voltak, de ő felszólította őket, hogy senkinek nem mondják el a történteket. Egybe hívta a tizenkettőt. Erőt és hatalmat adott nekik minden démon ellen és a betegek gyógyítására, majd kiküldte őket, hogy hirdessék Isten királyságát, és erőtlenségeket gyógyítsanak. Akkor azt mondta nekik, semmit se vigyetek magatokkal az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt, se két öltözet ruhátok ne legyen. Ha pedig bementek egy házba, ott maradjatok, és onnan induljatok tovább. De ha valaki nem fogadna be benneteket, menjetek ki abból a városból, és a port is rázzátok le lábaitokról, tanú ellenük. Azok pedig kimentek, és végigjárták a falvakat, miközben hirdették az evangéliumot, és gyógyítottak mindenütt. Heródesnek, a negyedes fejedelemnek a fülébe jutott mindaz, ami általa történt, és nem tudta, mit évő legyen, mert egyesek azt mondták, hogy keresztelő János támad fel a halából. Mások meg azt, hogy illés jelent meg, némelyek pedig azt, hogy a régiek közül támad fel egy próféta. Heródes azonban ezt mondta. Jánost én fejeztettem le, de kicsoda ez! Akiről ilyeneket hallok. És azon igyekezett, hogy láthassa őt. Amikor az apostolok visszatértek, részletesen elmondták neki mindazt, amit tettek. Ekkor maga mellé vette őket, és külön félre vonult velük egy bécaida nevű helyre. A tömeg azonban megtudta ezt, és nyomába eredt. Ő pedig fogadta őket, és beszélt nekik Isten királyságáról és akiknek gyógyulásra volt szükségük, azokat meggyógyította. De a nap már lemenőben volt, a tizenkettő pedig oda ment hozzá, és azt mondták neki. Bocsásd el a tömeget, hogy elmenjenek a környező falvakba és tanyákra, hogy megszálljanak és élelmet találjanak, mert itt lakatlan helyen vagyunk. De ő azt mondta nekik. Adjatok nekik ti enni. Mire azok? Nincs nálunk több kenyér, mint öt kenyér és két hal ha csak el nem megyünk és nem veszünk mi ételt az egész népnek. Mint hogy nagyjából ötezer férfi lehetett ott. Jézus erre azt mondta tanítványainak. Ültessétek le őket körülbelül ötvenes csoportokba. Így is tettek, és letelepítették valamennyit. Ő pedig fogta az öt kenyeret és a két halat. Föltekintett az égre, hálát adott, megtörte, és átadta tanítványainak, ott szolgálják fel a sokaságnak. Ettek is jól lakásig, mindannyian. Majd tizenkét kosárral szedtek össze maradékot. Történt egyszer, hogy miután tanítványai jelenlétében egyedül imádkozott, megkérdezte tőlük: Kinek mond engem a tömeg? Azok pedig így válaszoltak: Keresztelő Jánosnak, mások illésnek, megint mások, valamelyik feltámadott régi profétának. Erre azt mondta nekik, hát ti kinek mondotok engemet? Péter erre így szólt, az Isten Krisztusának. Ő azonban keményen megparancsolta nekik, hogy ezt senkinek sem mondják el. Majd elmondta, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie szükséges, hogy a vének, a főpapok és az írás tudók elutasítsák, és hogy megöljék. De a harmadik napon fel kell támadnia. Azután így szólt mindnyájukhoz. Ha valaki utána akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye fel a keresztjét minden nap, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni a lelkét, elveszíti azt aki pedig értem elveszíti a lelkét, az megmenti azt. Mert mit használ, ha az ember megszerzi az egész világot? Ő magát pedig elpusztítja, vagy romlás dönti. Mert ha valaki szégyel engem és beszédeimet, azt az ember fia is szégyelni fogja, amikor eljön a maga, az atya és a szent angyalok dicsőségével. Őszintén mondom nektek, vannak néhányan az itálók közül, akik nem kóstolják meg a halált, amíg meg nem látják az Isten királyságát. E beszédek elhangzása után körülbelül nyolc nappal történt, hogy miután maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, felment a hegyre imádkozni. Miközben imádkozott, harcának látványa megváltozott. Ruházata pedig ragyogó, Fehéren sugárzott. És íme két férfi beszélgetett vele, ezek Mózes és Illés voltak, akik dicsőségben láthatóvá váltak, és haláláról beszéltek neki, amelyet Jeruzsálemben kell beteljesítenie. Pétert és társait pedig ez alatt elnyomta az álom, de akkor felébredtek. Látták a dicsőségét, és azt a két férfit, akik ott álltak vele. Miközben azok elváltak tőle, Péter azt mondta Jézusnak: Mester, olyan jó itt lennünk, készítsünk három sátrat egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek nem tudva, mit beszél. De miközben ezeket mondta, felhő támadt és beárnyékolta őket. Ők pedig megrémültek, mikor belekerültek a felhőbe. Ekkor egy hang hallatszott a felhőből, amely így szólt. Ez az én fiam, aki választott. Őt hallgassátok. Majd miután a hang szólt, Jézus magára maradt. A tanítványok pedig elhallgattak, és azokban a napokban senkinek sem árultak el semmit abból, amit láttak. Másnap történt, hogy miután lejöttek a hegyről, hatalmas tömeggel találta magát szembe. Egyszer csak egy ember oda kiáltott a sokaságból. Mester, kérlek nézd meg a fiamat, mert ő az egyetlen gyermekem, és ímelt szellem meg szokta ragadni, mire hirtelen kiáltozni kezd, rángatja őt, habzik a szája, és alig akar elmenni tőle, mikor gyötri. Megkértem a tanítványaidat, hogy űzzék ki, de nem tudták. Jézus akkor így válaszolt. Hittetlen és eltorzult nemzedék. Hát meddig leszek még veletek, és tűrlek el benneteket? Hozd ide a fiadat. De a fiú még oda sem ért, amikor szaggatni és marcangolni kezdte a démon. Jézus azonban ráparancsolta a szellemre, és meggyógyította a gyermeket, majd visszaadta apjának. Erre valamennyien megdöbbentek Isten nagyságán. De miközben mindnyájan csodálkoztak mindazon, amiket tett, azt mondta tanítványainak. Véssétek eszetekbe ezeket a szavakat. Mert az emberfiának emberek kezébe kell kerülnie. Ők azonban nem értették meg ezt a kijelentést, mert el volt rejtve előlük, hogy felne fogják. De féltek megkérdezni őt erről a kijelentésről. Vita kezdődött közöttük, hogy melyikük a nagyobb. Jézus azonban, ismerve a szívük gondolatait, fogott egy kis gyermeket, maga mellé állította, majd így szólt hozzájuk. Ha valaki az én nevemben befogadja ezt a kisgyermeket, engem fogad be. És aki engem befogad, az azt fogadja be, aki engem küldött. Mert az a nagy, aki a legkisebb minnyájatok között. János azt felelte, Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben démonokat űz, de megtiltottuk neki, mert nem követ minket. Jézus azonban azt mondta neki: Ne tiltsátok meg neki, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Akkoriban történt, amikor a felemeltetéséig kiszabott idő a vége felé közeledett, hogy szilárdan eltökélte: Felmegy Jeruzsálembe. Ezért követeket küldött el maga előtt. Azok útközben betértek a szamariaiak egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. Ám azok nem fogadták be őt, mivel szándéka szerint Jeruzsálembe készült. Ennek láttán tanítványai Jakab és János így szóltak, Mester, akarod-e, hogy azt mondjuk tűz szálljon le az égből, és emészze meg őket, ahogyan illés is tette? Ő azonban odafordult hozzájuk, és megfette őket. Nem tudjátok, milyen szellemben vagytok hiszen az emberfia nem elpusztítani jött az emberek lelkét, hanem megmenteni. És elmentek egy másik faluba. Útközben valaki azt mondta neki, követlek téged, bármerre mégy. De Jézus azt felelte, a rókáknak van odujuk, és az égmadarainak fészkük. De az emberfiának nincs hová lehajtani a fejét. Egy másiknak pedig azt mondta, köves engem. Mire az? Engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem az apámat. De Jézus azt felelte neki, hagyd, hogy a halottak temessék el saját halottaikat, te pedig menj és hirdesd Isten királyságát. Egy másik is azt mondta, követlek téged, uram, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus azonban ezt válaszolta neki. Senki sem alkalmas az Isten királyságára, aki az ekére téve kezét hátrafelé nézeget. Ezek után az úr kielőtt másik hetven tanítványt, és elküldte őket kettes éve maga előtt minden városba és helyre, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk. Nagy a Gabonaföld, de a munkás kevés. Kérjétek hát a Gabonaföld urát, hogy küldjön munkásokat Gabonaföldjére menjetek. Íme úgy küldelek el benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut, és útközben senkit se köszöntsetek. Ha pedig bementek egy házba, először ezt mondjátok. Békesség ennek a háznak. És ha lakik ott fia a békességnek, rászállati békességetek, ha pedig nem, akkor visszaszárátok. Ugyanabban a házban maradjatok. Abból legyetek és igyatok, amiük van. Mert méltó a munkás a fizetségére. Ne járjatok házról házra. És ha bementek egy városba, és megvendégelnek titeket, egyétek meg, amit elétek raknak. Gyógyítsátok a betegeiket, és mondjátok el nekik, közel van hozzátok az Isten királysága. Ha pedig bementek egy városba, és ott nem fogadnak betiteket, mikor kiléptek annak utcáira, mondjátok azt. még a port is letöröljük, amely a ti városotokban lábunkhoz tapadt. de azt tudjátok meg, hogy közel van hozzátok az Isten királysága. Azt mondom nektek, a szodomaiaknak tűrhetőbb sorsa lesz azon a napon, mint annak a városnak. Jaj neked Korazin, jaj neked Bécsaida mert a Tűroszban és Szidomban nyilvánultak volna meg azok az erők, amelyek közöttetek megnyilvánultak, zsákban és hamuban ülve régen megtértek volna. De Tűrosznak és szidónak tűrhetőbb dolga lesz az ítéletkor, mint nektek. És te, Káfárnáum, talán az égig fogsz felemeltetni, a pokolig fogsz alászálni. Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el. De aki engem elutasít, azt utasítja el, aki engem küldött. Mikor pedig a hetven tanítvány visszatért, örömmel újságolták. Uram, még a démonok is engedelmeskednek nekünk a te nevedben. Ő pedig azt mondta nekik: Láttam a sátánt, mint egy villámot lezuhanni az égből. Íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon és az ellenség minden erején tapossatok, és semmi ne ártasson nektek. De ne annak örüljetek, hogy a szellemek engedelmeskednek nektek, hanem annak örüljetek, hogy neveitek fel vannak írva a mennyekben. Abban az órában Jézus újjongott a Szent Szellemben, és azt mondta, Hálát adok neked, atyám, menj és földúra, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, a kisgyermekeknek pedig kinyilatkoztattad. Igen, atyám, mert így láttad jónak. Mindent átadott nekem az én atyám, és senki sem tudja, ki a fiú, csak az atya, és hogy ki az atya, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. És tanítványaihoz fordult, és csak maguk között azt mondta, boldog szemek, amelyek látják, amit ti láttok. Mert azt mondom nektek, hogy sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta. Íme felállt egy törvénytudó, és hogy próbára tegye őt, megkérdezte: Mester, mit tegyek, hogy örököljem az örök életet? Ő így szólt: A törvényben mi áll? Hogyan értelmezed? Az ezt válaszolta. Szeresd az urat, a te istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes értelmedből, és embertársadat, mint saját magadat. Jézus erre azt mondta neki. Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. De az igazolni akarta magát, ezért így felelt Jézusnak. De ki az én embertársam? Jézus erre válaszul ezt mondta. Lement egy ember Jeruzsálemből Jerikóba, de rablók kezébe került, akik nem csak kifosztották, hanem meg is verték. Majd elmentek, és ott hagyták félholtan. Épp arra felé járt azon az úton egy pap, de amikor meglátta ezt az embert, elment mellette. Ugyancsak arra járt egy lévita is, de amikor meglátta, ő is elment mellette de ugyanoda tartva arra vetődött egy szamariai is, aki mikor meglátta őt, megszánta, majd odalépve hozzá bekötözte sebeit, olajat és bort öntve azokra, és saját jószágára felültetve elvitte a fogadóba, ahol gondoskodott róla. Másnap elmenőben elővett két dénárt, és odaadta a fogadósnak ezekkel a szavakkal. Visel gondot rá, és ha valamit ezen felül ráköltenél, mikor visszajövök, megadom neked. Mit gondolsz, a három közül ki volt az embertársa annak, aki a rablók kezébe került? A törvénytudó azt mondta, aki megkönnyörült rajta. Jézus erre azt mondta neki, menj, és te is hasonlóképpen cselekedj. Útközben Jézus bement egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony látta vendégül. Volt annak egy Mária nevű testvére, aki az úr lábaihoz telepedve hallgatta a beszédét. Márta pedig a sok tennivaló körül serénkedett, majd odalépve így szólt. Uram, nem törődsz vele, hogy a testvérem hagyja, hogy egyedül szolgáljak. Mondd hát meg neki, hogy segítsen nekem. Az úr azonban azt felelte neki. Márta, Márta, sok minden felül aggodalmaskodsz és kapkodsz. Pedig egyetlen dologra van szükség, mert Mária a jó részt választotta, amely nem fog elvétetni tőle. Történt egyszer, hogy mikor egy bizonyos helyen tartózkodott, és ott imádkozott, miután befejezte, egyik tanítványa így szólt hozzá. Uram, taníts minket imádkozni, ahogyan János is tanította a tanítványait. Erre azt mondta nekik. Mikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, aki a mennyekben vagy, legyen szent a neved, jöjjön el a királyságod, és valósuljon meg az akaratod a földön is, ugyanúgy, ahogy a mennyben. Napi kenyerünket add meg nekünk naponta, és engedd el bűneinket, mert mi is elengedjük mindenkinek, amivel nekünk tartozik és ne adját minket megpróbáltatásnak, hanem szabadíts meg minket a gonosztól. Majd azt mondta nekik, melyik ötök az, akinek van egy barátja, és amikor az elmegy majd hozzá éjfélkor, és azt mondja neki, barátom, adj nekem kölcsön három kenyeret, mert egy barátom tért be hozzám az útról, és nincs mit elébe adnom. Akkor belülről azt válaszolná, ne zavarj, az ajtót már bereteszeltem, és én is, gyermekeim is ágyban vagyunk már, nem kelhetek fel, hogy adjak neked. Azt mondom nektek, ha pusztán a barátság kedvéért nem is kelne fel, annak tolakodása miatt fel fog kelni, és adni fog neki, amennyire szüksége van. Én is azt mondom nektek, kérjetek, és kapni fogtok. Keressetek, és találtok majd. Kopogtassatok, és ajtó nyílik majd előttetek, mert mindaz, aki kér, kap. Aki keres, talál. És aki kopogtat, annak ajtó nyílik. Van-e olyan apa közöttetek, akitől ha fia kenyeret kér, követ ad neki? Vagy amikor halat kér, hal helyett kígyót ad neki? Vagy a tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti, gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek? mennyivel inkább ad az atya a mennyből szent szellemet azoknak, akik őt kérik. Egyszer, mikor egy néma démont űzött ki, az történt, hogy miután a démon kiment, és a néma megszólalt, az emberek megdöbbentek. És közülük némelyek azt mondták, Boázebúbbal a démonok fejedelmével űzi ki a démonokat. Mások pedig próbára akarták tenni, égi jelet követelve tőle. Ő azonban ismerte gondolataikat, és azt mondta nekik. Minden királyság, amelyben meghasollást támad, elpusztul. És ha ház a házzal meghasollik, összedől. Ezért a sátán is meghasollik önmagával. Hogyan maradhat fenn a királysága? mivel azt mondjátok, hogy Baázebúbbal űzöm ki a démonokat. De ha én Baázebúbbal űzöm ki a démonokat, a ti fiaitok kivel űzik ki, ezért ők maguk lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten újjával űzöm ki a démonokat, akkor hamar megérkezett hozzátok Isten királysága. Amikor a hatalmas, felfegyverkezve őrzi palotáját, vagyona békességben van. De amikor eljön egy nála hatalmasabb, hogy legyőzze, megfosztja minden fegyverétől, amelyben bízott, és zsákmányát szétoztja. Aki nincs velem, ellenem van. És aki nem gyűjt velem, az pazarol. Amikor a tisztátalan szellem kimegy az emberből víztelen helyeken bolyong, hogy nyugalmat keressen. De mert nem talál, azt mondja. Visszamegyek a házamba, ahonnét jöttem. Vissza is tér, és kisöpörve, felékesítve találja azt. Amikor elmegy, és maga mellé vesz hét másik szellemet, magánál gonoszabbakat, bemegy, és ott lakik. Annak az embernek a végső állapota rosszabb lesz a korábbinál. Mikor ezeket mondta, a tömegből egy asszony felemelte a hangját, és oda kiáltott neki: Boldog az a méh, amely téged hordozott, és az emlők, amelyeket szoptál. Mire ő azt mondta: Hogyne, persze. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megőrzik azt. Amikor pedig a tömeg odatódult, beszélni kezdett. Ez a nemzedék egy gonosz nemzedék. Jelet keres, de nem kap jelet, csak a Jónás próféta jelét. Mert ahogy a Jónás jel volt a Niniveieknek, úgy lesz az ember fia is ennek a nemzedéknek. Dél királynője feltámad majd az ítéletkor ennek a nemzedéknek a férfiaival együtt, és elítéli őket mert ő eljött a föld pereméről, és hallja Salamon bölcsességét. És íme nagyobb van itt Salamonnál. Ninive férfiai feltámadnak majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt, mert ők megtértek Jónás ige hirdetésére. És íme nagyobb van itt Jónásnál, aki lámpát gyűjt, nem rejti el, és nem az edény alá dugja, hanem beteszi a lámpatartóba, hogy akik bejönnek, lássák a világosságot. Tested lámpása a szemed, ezért ha a szemed tiszta, egész tested fénybe borul. Ha azonban gonosz, tested is sötét. Vigyázz hát, hogy a világosság, amely benned van, ne legyen sötétség. Ha tehát, egész tested világosságban van, és semmi sötét nincsen benne. Egészen olyan fényes lesz, mint amikor a lámpa felgyullad, és megvilágít téged. Miközben beszélt, meghívta őt egy farizeus ebédre. Jézus bement hozzá, és letelepedett. Mikor pedig látta a farizeus, hogy étkezés előtt nem mosdott meg, meglepődött. Az úr azonban azt mondta neki, ti farizeusok a pohárnak és a tálnak külsejét megtisztogatjátok, belsőtök azonban tele van rablott dolgokkal és gonoszsággal. Ezt telenek, aki megalkotta a külsőt, nem az alkotta a bensőt is? Adjátok oda adományképpen, ami belül van, és így minden tiszta lesz nektek. De jaj nektek, farizeusok, mert megadjátok a tizedet a mentából, a rútából és mindenfajta zöldségből, de elhagyjátok az ítéletet és az Isten szeretetét. Pedig ezt is gyakorolni kell, és amaz sem szabad elhanyagolni. Jaj nektek, farizeusok, mert szeretitek a főhelyeket a zsinagógákban, és a köszöntéseket a köztereken. Jaj nektek, mert Olyanok vagytok, mint a jeltelen sírok. Az emberek nem is tudják, hogy rajtuk járkálnak. Erre az egyik törvénytudó így felelt neki. Mester, mikor ilyeneket mondasz, minket is sértesz. Ő azonban azt mondta erre. Jaj nektek is, törvénytudók, mert elviselhetetlen terhekkel terhelitek meg az embereket, de ti magatok egyetlen újjal sem nyúltak azokhoz. Jaj nektek, mert építitek a próféták sírjait, pedig atyáitok ölték meg őket. Így tanúságot tesztek atyáitok tetteiről, sőt, egyet is értetek azokkal, mint hogy ők ölték meg a prófétákat, ti pedig felépítitek sírjaikat. Ezért mondja az Isten bölcsessége. Küldök hozzájuk profétákat és apostolokat, és közülük egyeseket megölnek és üldöznek majd, hogy számot adjon ez a nemzedék minden proféta véréért, amely a világ megalapítása óta kiemlött. Ábel vérétől fogva, Zakariás véréig, akit az áldozati oltár és az előcsarnok között gyilkoltak meg. Igen. Azt mondom, nektek számol lesz kérve ettől a nemzedéktől. Jaj, nektek tudok, mert magatokhoz ragadtátok az ismeret kulcsát. Ti magatok nem mentetek be, és akik befelé igyekeztek, azokat is meggátoltátok. És amint Jézus eljött onnan, a tanítók és a farizeusok nagyon feldőhöttek rá, és sok mindenről kezdték kérdezgetni, titokban megfigyelve őt, és vadászva arra, hát ha valami olyat talál mondani, amivel vád alá helyezhetnék. Mi alatt több tízezer főnyi tömeg gyűlt össze úgy, hogy már már letaposták egymást, először a tanítványaihoz kezdett beszélni. Őrizzétek meg magatokat a farizeusok kovászától, ami a képmutatás. Nincs olyan leplezett dolog, ami lenelepleződne, és semmi elrejtett, ami ki ne tudódna. Éppen ezért, amit a sötétben mondtatok, a világosságban fog meghallatszani, és amit a belső szobákban fülbe súgtatok, a háztetőkről fogják érdetni. Azt mondom nektek, barátaimnak, ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de azután ennél többet nem tehetnek. De megmutatom nektek, kitől féljetek. Attól féljetek, akinek miután megöl, arra is van hatalma, hogy a gyehennába vessen. Igen, azt mondom nektek, tőle féljetek. Ugye, öt verép fiókát adnak két fillérkéért. Még sincs közülük egy sem elfelejtve Isten előtt. Nektek pedig még a hajszálaitok is mind meg vannak számolva. Ne féljetek, hiszen többet értek sok verép fiókánál. Azt mondom nektek, mindaz, aki meg fog vallani engem az emberek előtt, az emberfia is megvallja őt Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, megtagadtatik Isten angyalai előtt. És mindenki, aki az emberfia ellen fog beszélni, bocsánatot nyer de aki a szent szellemet káromolja, az nem nyer bocsánatot. Amikor pedig gyülekezetek, fejedelmek és hatóságok elé visznek benneteket, ne aggódjatok azon, hogyan vagy mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok, mert a Szent Szellem abban az órában megtanít titeket arra, hogy mit kell mondanatok. Valaki a tömegből így szólt hozzá. Tanító, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Ő azonban azt válaszolta neki. Ember, kicsoda tett engem bíróvá vagy osztóvá közöttetek. Majd így szólt hozzájuk. Vigyázzatok és őrizkedjetek minden telhetetlenségtől, mert annak az élete sem a vagyomból származik, aki jó létben él. Egy példázatot is mondott nekik. Egy gazdag embernek jól termette földje, ezért így tanakodott magában. Mit tegyek? Nincs hová begyűjtenem a termést. Majd így szólt: Ezt fogom tenni. Lebontom a magtáraimat, és nagyobbakat építek. Abba behordok minden gabonát, egész vagyonomat. És akkor elmondhatom majd magamnak: Sok javad van, sok évre eltéve, pihenj, egyél, így áll, mulassál. Isten azonban azt mondta neki: Te esztelen. Ma éjjel visszakérik tőled a lelkedet és kié lesz az, amit szereztél. Így van mindenki, aki magának halmozza kincsét, és nem Istenre nézve gazdag. És így szólt a tanítványaihoz. Ezért nektek azt mondom, ne aggódjatok életetek felől, hogy mit tegyetek, se a testetek felől, hogy mibe öltözködjetek. Mert az élet több a tápláléknál, és a test a ruhánál. Figyeljétek meg a hollókat. Nem vetnek, nem maradnak, se kamrájuk, se magtáruk nincsen. Isten mégis táplálja őket. Mennyivel fontosabbak vagytok ti a madaraknál? De melyik az az aggodalmaskodó, aki csak egy arasznyival is meg tudná nyújtani élete idejét? Ha tehát a legapróbb dolgot sem tudjátok megtenni, mit aggodalmaskodtok a többi felől? Figyeljétek meg a liliomokat, hogyan növekednek. Nem fonnak, nem szőnek, mégis azt mondom nektek. Salamon teljes dicsőségében sem volt úgy öltözve, mint ezek közül egy. Ha pedig a rét fűvét, melyet máró holnapra kemencébe vetnek, így öltözteti Isten, mennyivel inkább titeket, kisítőek. Ti se azt keresétek, hogy mit tegyetek és mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok, mert mindezeket a világ nemzetei keresik, de a ti atyátok tudja, hogy szükségetek van ezekre. Inkább keressétek Isten királyságát, ezek pedig elétek lesznek téve. Ne féte, kicsinke nyáj, mert atyátoknak úgy tetszett, hogy nektek adja a királyságot. Adjátok el, amitek van, és jótékonykodjatok. Készítsetek magatoknak olyan erszényeket, amelyek nem rongyolódnak el. szerezetek kifogyhatatlan kincseket a mennyekben, ahol tolvaj nem jut a közelébe, sem moly el nem pusztítja. Mert ahol a kincsetek van, ott lesz a szívetek is. Legyenek derekaitok felövezve, és lámpáitok meggyújtva. Ti pedig legyetek olyanok, mint azok az emberek, akik urukat várják vissza a lakodalomból, hogy mihelyt megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyitassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az úr, mikor megjön, ébren talál. Úgy van, ahogy mondom nektek, felövezi magát, leülteti őket, melléjük áll, és felszolgál nekik. És a második, vagy harmadik őrváltáskor érkezne is meg, de így találja őket, boldogok azok. Az pedig vésétek eszetekbe. Hogyha tudná a házigazda, mikor érkezik a tolvaj, nem engedné, hogy betörjön a házába. Ezért ti is álljatok készen, mert az emberfia abban az órában érkezik, mikor nem számítatok rá. Péter erre azt mondta, Uram, ez a példázat nekünk szól, vagy mindenkinek? Az úr azt felelte. Kicsoda hát a hű és eszes intéző, akit az úr a szolgái fölé rendel majd, hogy időben kiadja nekik élelem adagjukat. Boldog az a szolga, akit az úr, mikor megjön, ilyen munkában talál. Való igaz, amit mondok nektek. Egész vagyonát rá fogja bízni. De azt mondaná szívében a szolga, késik az uram a hazajövetellel, és elkezdené verni a szolgákat és szolgáló lányokat, enni, inni, és részegeskedni kezdene. Megjön annak a szolgának az ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amikor nem is sejti. Ketté vágatja, és a hűtlenek sorsára üttetja. Azt a szolgát pedig, aki tudta ura akaratát, de mégsem állt készen, és nem cselekedett annak akarata szerint, nagyon megverik. Aki viszont nem tudta, és úgy tett verést érdemlő dolgokat, azt kevésbé verik meg. Mindenkitől, akinek sokat adtak, sokat követelnek, csak akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Azért jöttem, hogy tüzet dobjak a földre, és annyira kívánom, hogy bár csak már lángra lobbanna. De van egy alámerítkezés számomra, amelybe alá kell merítetnem. És mennyire gyötrődöm, míg ez be nem teljesedik. Azt hiszitek, azért jöttem, hogy békét terem csak a földön? Azt mondom nektek, nem. Hanem inkább meghasonlást. Mert mostantól fogva, ha öten lesznek egy családban, meghasonlanak egymás között. Három-kettő ellen és kettő-három ellen. Apa a fiával hasonlik meg, és a fiú apjával, anya lányával és a leány anyjával, anyós a menyével is, a menny anyósával. A tömegnek pedig ezt mondta. Amikor látjátok, hogy nyugat felől felhő támad, mindjárt azt mondjátok, hogy zivatarjon, és úgy is lesz. Amikor pedig déli szél fúj, azt mondjátok, hőség várható, és az lesz. Kép Képmutatók. A föld és az ég színét meg tudjátok vizsgálni, a mostani időszakot pedig miért nem tudjátok megvizsgálni? Miért nem ítélitek meg magatoktól is, mi az igazságos? Mikor tehát peres feleddel a fejedelem elé járulsz, útközben igyekez megszabadulni tőle, nehogy a bíró elé hurcoljon, és a bíró átadjon a börtönőrnek, a börtönőr pedig fogságba vesse. Azt mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó fillért is meg nem adott. Ez alkalommal voltak ott néhányan, akik hírt hoztak neki azokról a galileaiakról, akiknek vérét Pilátus összekeverte áldozatuk vérével. Erre válaszul azt mondta nekik, azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak az összes többi galileainál, mivel ez történt velük? Dehogy. Hanem azt mondom nektek, ha meg nem tértek, Minnyáján hasonló kép el fogtok veszni. Vagy talán azt hiszitek, hogy az a tizennyolc, akikre rádölt a torony Siloánban, és agyonütötte őket, többen volt adós, mint ez összes többi ember, aki Jeruzsálemben lakik? Dehogy. Hanem azt mondom nektek, ha meg nem tértek, minnyáján ugyanúgy el fogtok veszni. És elmondta ezt a példázatot. Volt valakinek egy fügefája, amit a szőlőébe ültetett, és kiment, hogy gyümölcsöt keresse rajta, de nem talált. Azt mondta erre a Vincellérnek: Nézd, három év óta járok ki gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, és nem találok. Vágjat ki, minek foglalja a földet? De az így válaszolt neki: Uram, hagyd meg még ebben az évben. Amíg felásom körülötte a talajt, és megtrágyázom. Hát, ha jövőre termést hoz, és akkor sem terem, majd kivágod. Egy ízben szombaton egy zsinagógában tanított, és lám, volt ott egy asszony, akiben 18 éve az erőtlenség szelleme volt, ami miatt meggörnyedt, és nem tudott teljesen felegyenesedni. Mikor Jézus meglátta, magához szólította, és azt mondta neki: Asszony, megszabadultál erőtlenségedből. És rátette kezeit, mire az asszony azon nyomban felegyenesedett, és dicsőítette Istent. A zsinagóga fő azonban azon felbosszankodva, hogy Jézus szombaton gyógyított, így szólt a tömeghez. Hat nap van, amelyen dolgozni kell, ezért hát azokon jöjjetek, és gyógyítassátok magatokat, ne pedig szombaton. Az úr azonban azt felelte neki: Képmutatók! Hát nem oldjátok el valamennyien szombaton ökrötöket és szamaratokat a jászótól, És nem viszitek itt adni? És Ábrahámnak ezt a leányát, akit a sátán látjátok, 18 éve megkötözött. Nem kellett feloldani a kötelékéből szombaton? E szavak hallatán mindannyian, akik ellenálltak neki, elszégyelték magukat és az egész tömeg örült mindazoknak a nagyszerű dolgoknak, amelyeket véghez Aztán így szólt. ez hasonló az Isten királysága? Mihez is hasonlítsam? Hasonló egy mustármakhoz, amit fogott egy ember, elvetette a kertjében, az meg felnövekedett. Fa lett belőle, és az ég madarai Fészket raktak ágain. Majd ismét azt mondta, mihez hasonlítsam az Isten királyságát? Hasonló a kovászhoz, amit egy asszony három mérce lisztbe még az egész megkelt tőle. Majd útban Jeruzsálem felé végigjárt a városokat és falvakat, és tanított. Valaki pedig megkérdezte tőle, Uram, kevesen üdvözülnek? Mire ő így szólt hozzájuk. Küzdjetek, hogy bejussatok a szűk kapun. Mert azt mondom nektek, sokan keresik majd a bejutást, de nem lesz Attól fogva, hogy a házigazda felkelt, és bezárta a kaput, elkezdtek odakint állva dörömbölni az ajtón. Uram, nyisd ki nekünk! De ő azt feleli majd nektek, nem tudom, honnan vagytok. Ekkor majd azt kezditek el mondogatni, előtte ettünk és ittunk, és a mi utcáinkon tanítottál. Mire ő így szól majd hozzátok? Nem tudom, honnan vagytok. Távozzatok tőle minnyáján, igazság, talanság, munkásai. Sírás és fogcsikorgatás lesz ott, amikor meglátjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, és az összes profétát az Isten királyságában, magatokat pedig kitaszítva. Akkor jönnek majd keletről, nyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepszenek Isten királyságában. És lám, vannak utolsók, akikből elsők lesznek, és vannak elsők, akikből utolsók lesznek. Abban az órában odajött hozzá néhány farizeus, és így szóltak. Eredj, menj el innen, mert Heródes meg akar ölni. Mire azt mondta nekik? Menjetek, mondjátok meg annak a rókának. Meglátod, hogy ma és holnap démonokat űzök ki, és gyógyítok, majd harmadnapon beteljesedem. De ma, holnap és holnap után úton kell lennem mert nem megengedhető, hogy a profétát Jeruzsálemen kívül öljék meg. Jeruzsálem. Jeruzsálem. Aki megölöd a profétákat, és megkövezed azokat, akiket hozzád küldtek. Hányszor akartam összeterelni gyermekeidet, mint hogy a madár tereli szárnyai alá fiókáit. De ti nem akartátok. Meglátjátok, üresen hagyatik a házatok. Én pedig azt mondom nektek, hogy nem láttok engem mindaddig, amíg el nem jön az idő, amikor ezt mondjátok. Ádott, aki az Úr nevében jön. Egy alkalommal, amikor szombaton bement az egyik vezető farizeus házába, hogy kenyeret tegyen, azok megfigyelés alatt tartották. És lám éppen akkor került elébe egy vízkoros ember, Jézus akkor megkérdezte a törvénytudókat és farizeusokat, szabad szombaton gyógyítani, vagy sem? Ám azok csak hallgattak. Erre fogta és meggyógyította, majd elküldte a beteget. Nekik pedig azt mondta, melyik jöttök az, akinek ha ökre vagy szamarak útba esik, nem húzza ki azt tüstént szombaton? És erre nem tudtak mit felelni. Majd mikor észrevette, hogyan válogatnak a meghívottak a főhelyek között, egy példázatot mondott nekik. Így szólt hozzájuk. Ha valaki meghív egy lakodalomba, ne fogadd el a főhelyet, hát ha hívtak meg nálad tekintélyesebb embert is. És oda megy hozzád az, aki meghívott téged is, meg őt is, és azt mondja neked, add át neki a helyet, akkor szégyen szemre az utolsó helyre kerülsz. Hanem ha meghívnak, és elmész, az utolsó helyre telepedj le. Hogy mikor odajön az, aki meghívott téged, azt mondja neked: Barátom, gyere feljebb! És ez dicsőségedre válik minden asztal társad szemében. Mert mindenki, aki magát fölemeli, megaláztatik majd. De aki magát megalázza, fölemeltetik majd. Annak pedig, aki meghívta őt, ezt mondta: Mikor ebédet vagy vacsorát készítesz? Ne a barátaidat hívd meg, ne is a testvéreidet, ne is a rokonaidat, ne is a gazdag szomszédaidat. Nehogy azok is meghívjanak téged, és ezzel visszafizessék neked. Hanem a vendégséget rendezel, hízd meg a nincs teleneket, nyomorékokat, sántákat, vakokat, és boldog leszel, mert nincs miből visszaadniuk neked ezért visszakapod majd az igazak feltámadásakor. Az asztaltársaságból valaki, mikor ezt meghallotta, így szólt hozzá. Boldog, aki kenyeret eszik majd Isten királyságában. Jézus pedig azt mondta neki. Egy ember nagy lakomát rendezett, amelyre sokakat meghívott. Mikor eljött a lakoma ideje, elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak. Gyertek, mert már készen áll minden. De azok egytől egyig mindannyian elkezdték kimenteni magukat. Az első azt mondta neki, földet vettem, muszáj kimennem, hogy megnézzem, menj, kikérlek. A másik így szólt, öt-járom ökröt vettem, és most megyek, hogy kipróbáljam őket, menj, kikérlek. Megint egy másik azt mondta, megnősültem, ezért nem mehetek. Mikor a szolga visszatért, mindezt jelentette az urának. Megharagudott erre a házigazdás, azt mondta a szolgájának. Eredj ki a város utcáira és az útkereszteződésekre, és vezess be ide a koldusokat, nyomorékokat, vakokat és sántákat. Majd a szolgá azt mondta, uram, megvan, amit parancsoltál, de még van hely. Erre az úr azt mondta a szolgának, menj ki az utakra, a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni onnan is embereket, hogy megteljen a házam mert azt mondom nektek, hogy azok közül a férfiak közül, akiket meghívtam, egy sem fogja megkóstolni a lakomámat. Hatalmas tömeg tartott vele. Ő pedig feléjük fordult, és ezt mondta nekik. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt, még a saját lelkét is nem képes a tanítványommá válni. Ha valaki nem hordozza a saját keresztjét, és úgy jön utánam, nem képes a tanítványomá válni. Hiszen melyik kötök az, aki a tornyot akar építeni, nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket? Telik-e neki arra is, hogy befejezze? Nehogy úgy járjon, hogy miután lerakta az alapot. De nem volt ereje befejezni. Gúnyolni kezdjék, akik csak látják. Ez az az ember, aki építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni. Vagy ha az egyik király elindul, hogy egy másik királyjal csatában mérje össze erejét. Nem ül el le tanácskozni előbb arról, hogy képes-e szembeszállni tízezer ember élén, azzal, aki húszezerrel jön ellene. Ha pedig nem képes, még mikor a távol van, követséget küld, és békét kért tőle. Tehát senki közületek, aki nem válik meg mindenétől, amilyen van, nem képes a tanítványom válni. Így hát jó a só, de ha elveszti az ízét, mivel lehet sózni? Még a földre, vagy a trágya dombra sem való. Egyszerűen kidobják. Akinek van füle a hallásra, az hallja meg. Az adószedők és a bűnösök mind igyekeztek közel férkőzni hozzá, hogy hallgathassák. A farizeusok és az írás tudók azonban így morgolódtak egymás közt. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ezeknek a következő példázatot mondta. Melyik az az ember, akinek ha van száz juha, és elveszít belőlük egyet, nem hagyja ott a 99 a pusztában, és nem megy el az elveszettért, amíg meg nem találja. És ha megtalálta, vidáman a vállára veszi. Hazamegy, összehívja a barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett bárányomat. Azt mondom nektek: a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, akkora öröm lesz, mint 99 igazon akinek nincs szüksége megtérésre. Vagy ha egy asszonynak van tíz drachmája, és elveszít közülük egyet, nem gyújt el lámpást, és nem söprje ki a házát, hogy addig keresse gondosan, amíg meg nem találja. Majd amikor meglelte, összehívja barátnőit és szomszédasszonyait, és azt mondja, örüljetek velem, mert megtaláltam a drachmát, amit elveszítettem. Azt mondom nektek, ilyen öröm lesz az Isten angyalai előtt egyetlen bűnös megtérésén. Majd így szólt. Egy embernek volt két fia. Egyszer a fiatalabbik azt mondta apjának, apám, ad ide nekem a vagyon rámeső részét. Azt pedig megosztotta közöttük a vagyont. Majd néhány nap elteltével a fiatalabbik fiú összeszedte mindenét, egy távoli vidékre költözött, és ott züllött életmódjával eltékozolta vagyonát. Miután mindenét felérte, nagy éhínség támadt azon a környéken, és ő is nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznót őrizni. A fiú szerette volna megtölteni a gyomrát a Szent János kenyérrel, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Akkor magába száva így szólt. Apám, hány béresének van bőven kenyere, én pedig itt halok éhen. Felkelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom majd neki. Apám, bűnt követtem el a menny ellen, és te előtted is. Nem érdemlem meg többé, hogy a fiadnak nevezzenek. Tegyél engem egyik béresedé majd felkerekedett és elment apjához. Mikor még messzire járt onnan, apja észrevette, megindult rajta a szíve, odafutott, a nyakába borult és összecsókolgatta. A fiú pedig azt mondta, apám, bűnt követtem el a menny ellen, és te előtted is. Nem érdemlem meg többé, hogy a fiadnak nevezzenek. Az apa azonban így szólt a szolgáihoz. Gyorsan, Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Aztán hozzátok a hízlat borjút, vágjátok le, együnk és vigadjunk. Mert ez a fiam halott volt, de feltámadt. Elveszett, de megkerült. És elkezdtek vigadni. Az idősebbik fiú pedig kint volt a mezőn, és ahogy hazafelé tartva közeledett a házhoz, Hallotta a zenét és a táncot. Mire odahívott egy szolgát, és megkérdezte, mi történt. Azt pedig elmondta neki. A testvéred jött meg, apát pedig levágatta a hízlatborjút, mert épségben kapta vissza. Erre az idősebbik fiú dühös lett, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte őt, mire ő azt felelte apjának. Nézd, én annyi éve szolgálok neked, és soha sem szegtem meg parancsodat. De nekem még egy kecskét sem adtál soha, hogy a barátaimmal mulatassak. Mikor meg ez a fiad, aki prostituáltakkal zabáltatta fel a vagyonodat, megjött, levágattad neki a hízlat borjút. Apja azonban azt felelte neki. Gyermekem, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod, és örülnöd kellene, hiszen a testvéred meghalt, de életre kelt, elveszett, de megkerült. A tanítványainak pedig ezt mondta. Élt egy gazdag ember, akinek volt egy intézője. Ezt bevádolták nála azzal, hogy eltékozolta a vagyonát. Ezért előhívatta, és azt mondta neki, mit hallok rólad? Számolj el a megbízatásoddal, mert nem lehetsz többé intéző. Az intéző azonban azt mondta magában. Mihez kezdjek, ha az uram megfoszta megbizatásomtól? Kapálni nincs erőm, kéregetni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy amikor elbocsátanak az állásomból, legyenek, akik befogadnak a házukba. És magához hivatta urának minden egyes adósát, és így szólt az elsőhöz. Mennyivel tartozol az uramnak? Mire az azt felelte? Száz batos olajjal, erre azt mondta neki, itt az leveled." ülj le, és ír gyorsan ötvenet. Aztán a másikhoz fordult, te mennyivel tartozol? Az így felelt, száz korosz búzával. Így szólt hozzá, itt az leveled. ír nyolcvanat. És az úr megdicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan csinálta, mert ennek a világkorszaknak a fiai a maguk nemében okosabbak a világosság fiainál. Én is azt mondom nektek. Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammomból, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök sátrakba. Aki a legkevesebben hűséges, az a sokon is hűséges. Aki pedig a legkevesebben hűtlen, az a sokon is hűtlen. Ha tehát a hamis mammonnal nem bántatok hűségesen, kibízza rátok az igazit és a másén nem voltatok hűségesek, kiadja oda nektek a tiéteket. Egy házi szolga sem képes két urat szolgálni, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem vagytok képesek Istent és a mammont is szolgálni. Hallották mindezt a farizeusok, akik szerették a pénzt, és kigúnyolták. De Jézus azt mondta nekik: Ti vagytok azok, akik igazaknak mutatjátok magatokat az emberek előtt. De Isten ismeri a szíveteket, mert ami az emberek előtt magasrendű, az az Isten szemében undorító. A törvény és a próféták Jánosig tartottak. Attól fogva az Isten Királyságának evangéliuma hirdettetik, és mindenki erőszakkal törbe abba. De könnyebb megsemmisülnie az égnek és a földnek, mint a törvényből egyetlen írásjelnek kiesnie. Mindenki, aki elválik feleségétől és mást veszel, házasságtörő. És aki férjétől elvált asszonyt veszel, az is házasságtörő. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és finom lemvászon ruhákba öltözött. És napjai fényűző vigasságokkal teltek. A kapu előtt pedig ott hevert egy lázár nevű koldus, tele sebekkel. Azt kívánta, bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló maradékkal. De csak a kutyák jöttek oda hozzá, hogy a sebeit nyaldossák. Egyszer aztán meghalt a koldus, és az angyalok elvitték Ábrahám ölébe. A gazdag is meghalt, és eltemették az alvilágban kínszenvedései között feltekintett, és meglátta messziről Ábrahámot és Lázárt annak ölében. Ekkor felkiáltott. Atyám! Ábrahám! Szállj meg engem, és küld el Lázárt, hogy mártsa vízbe az újja hegyét, és hűsítse le a nyelvemet, mert gyötrődöm ebben a lángban. Ábrahám azonban így felett. Gyermekem, emlékezz csak rá, hogy te megkaptad a jót életedben, Lázár pedig hasonlóképpen a rosszat. Most ő vígasztalásban részesül, te pedig gyötrődsz. Ráadásul köztünk és köztetek egy hatalmas, áthághatatlan szakadék van, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne tehessék, se onnan mi hozzánk át ne jöhessenek mire az így szólt. Kérlek hát, atyám, küld őt apám házához, mert van öt testvérem. Tegyen tanúságot nekik, nehogy ők is ide kerüljenek, erre a borzalmas helyre. Ábrahám azonban így válaszolt. Ott van nekik Mózes és a proféták. Hallgassák azokat. De ő azt felelte. Nem, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül menne valaki hozzájuk, akkor meg fognak térni. De az így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha a halottak közül támad fel valaki. Tanítványainak pedig azt mondta: Lehetetlen, hogy ne jöjjenek csábítások a bűnre de jaj annak, aki által jönnek. Jobban járna az, ha a malomkövet akasztanának a nyakába, és a tengerbe dobnák, mint hogy egyet is a kicsinyek közül bűnre vigyen. Vigyázzatok magatokra! Ha bűnt követel ellened a testvéred, figyelmeztesd őt, és ha megbánja, bocsáss meg neki és a napjában hétszer követel bűnt ellened, és hétszer jön vissza hozzád, és azt mondja, megbántam, bocsáss meg neki. Az apostolok azt mondták, az Úrnak, növeld meg a hitünket. Mire az Úr azt felelte, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, azt mondanátok ennek a szederfának, szakadj ki gyökerestül, és gyökerez meg a tengerben, és engedelmeskedne nektek. De melyik őtök az, aki a szolgájához, amikor az visszatér a szántásból vagy a legeltetésből, így szól majd, gyere, ülj mindjárt az asztalhoz. Nem inkább ezt fogja mondani neki, készíts valami vacsorára valót, Öveszt fel magad és szolgál ki engem, mi alatt eszem és iszom, te pedig ezután egyél és így áll. Vagy megköszönje a szolgának, hogy teljesítette a parancsait. Nem hinném. Ugyanitt is. Mikor mindezt megtettétek, ami megparancsoltatott nektek, így szóljatok. Olyan szolgák vagyunk, akik nem hoztunk hasznot. Csak azt tettük meg, amivel tartoztunk. Mikor Jeruzsálembe tartva, Szamarián és Galileán haladt keresztül, és betért egy faluba, az történt, hogy szembe jött vele tíz leprás férfi, akik megálltak távol, és hangosan így kiáltoztak: Jézus! Mester, szállj meg minket! És meglátva őket, ezt mondta nekik. Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak. És azok útközben megtisztultak. Egyikük pedig, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszatért, hangosan dicsőítette Istent, és arcra borult Jézus lábai előtt, hálálkodva neki. Ez pedig egy szamariai volt. Jézus így fordult hozzá. Hát nem tizen tisztultak meg? Hol a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? Mert azt mondta neki, kelj fel, menj utadra, a hited megszabadított téged. Amikor pedig megkérdezték tőle a farizeusok, hogy mikor jön el az Isten királysága, azt válaszolta nekik. Az Isten királysága nem megfigyelhető módon jön el, és nem fogják azt mondani, nézd, itt van, vagy ott van, hiszen az Isten királysága közöttetek van. A tanítványoknak pedig azt mondta, eljön az idő, amikor vágyakoztok majd, hogy az ember fia napjai közül akár csak egyet is lássatok, de nem láttok. És ha azt mondják majd nektek, nézd, ott van, vagy nézd, itt van, ne menjetek oda, és ne is fussatok utána. Mert ahogyan a villámlás bevilágítja az eget az egyik aljától a másik aljáig, olyan lesz az ember is azon a napon. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és ennek a nemzedéknek el kell utasítania. Mert hasonlóan lesz az ember napjaiban is, mint ahogy Noé idejében történt, ettek, ittak, nősültek, férhez mentek, egészen addig a napig, amíg Noé ment a bárkába, majd eljött az özönvíz, és mindenkit elpusztított. Éppen úgy, ahogy lót idejében történt, ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építkeztek. De aznap, mikor lót kiment Szodomából, tűz és kén hullott az égből, és mindenkit elpusztított. Ugyanígy lesz azon a napon, amikor az ember fia megjelenik. Aki aznap a háztető lesz, holmiai pedig bent a házban, ne jöjjön leértük, hogy magához vegye azokat. És aki a mező lesz, az se térjen vissza azért, amit hátrahagyott. Jusson eszetekbe lót felesége. Ha valaki azon igyekszik, hogy megtartsa a lelkét, el fogja veszíteni. Aki pedig elveszíti a lelkét, életben tartja azt. Azt mondom nektek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban. Az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két nő őről ugyanott. Az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két férfi lesz a mezőn. Az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Erre azt felelték. Hol, uram? Jézus pedig azt mondta nekik. Ahol a test, oda gyűlnek a kesejük is. Arról is mondott nekik egy példázatot, hogy mindig imádkozniuk kell, és nem szabad feladniuk. Élt egy városban egy bíró, aki nem félt az Istent. Az emberek pedig nem érdekelték. Egy özvegyasszony is volt abban a városban, aki folyton eljárt hozzá és azt hajtogatta: szolgáltas nekem igazságot az ellenségemmel szemben. Ám a bíró egy darabig nem hajlott rá. Egyszer azután azt mondta magában. Ha nem is félem Istent, az emberek meg nem érdekelnek, mégis mivel terhemre van ez az özvegy, igazságot szolgáltatok neki. Nehogy a nyakamra járjon, és agyon gyötörjön. És így szólt hozzájuk az úr. Halljátok meg, mit mond az igazságtalan bíró. Hát éppen Isten ne szolgáltatna igazságot a kiválasztottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és hosszan várakoztatná őket. Azt mondom nektek, hamar igazságot szolgáltat nekik. Csak hogy amikor eljön az emberfia, vajon talál-e majd hitet a földön? Néhányoknak pedig, akik meg voltak győződve arról, hogy ők igazak, és a többieket semmibe vették, ezt a példázatot mondta. Felment két ember, hogy a templomban imádkozzék. Az egyik farizeus, a másik adószedő. A farizeus odaállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, igazságtalan, házasságtörő, vagy olyan, mint ez az adószedő is. Hetente kétszer bőtölök, minden szerzeményeből tizedet fizetek. Az adószedő pedig távolabb állt, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verte, és így szólt. Isten, könyörülj rajtam bűnösen! Azt mondom nektek, ez inkább igazzá válva ment haza, mint amaz. Mert mindenki, aki magát fölemeli, megaláztatik majd. Aki pedig magát megalázza, föl fog emelkedni. Majd csecsemőket is odavittek hozzá, hogy érintse meg őket, de mikor ezt észrevették a tanítványok, szemrehányást tettek nekik. Jézus azonban odahívta őket, és ezt mondta. Hagyjátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, és ne akadályozzátok őket, mert az ilyeneké az Isten királysága. Úgy van, ahogy mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten királyságát, mint egy kisgyermek, Semmiképpen sem megy be oda. Kérdezte őt egy előjáró: Jó tanító, mit tegyek, hogy örökölhessen majd az örök életet? Jézus erre azt mondta neki: Miért mondod ezt, hogy én jó vagyok? Senki sem jó, hanem csak egy, az Isten. Ismered a parancsokat: ne kövessel házasságtörést, ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan tisztelt apádat és anyádat. Mire az így válaszolt? Ezt mind megtartottam, ifjú korom óta. Ennek hallatán Jézus így szólt hozzá. Még egy valami hiányzik belőled. Add el mindenedet, amit csak van. Ossz szét a nincs telenek között, és kincsed lesz a mennyekben. És gyere, kövess engem. Mikor az meghallotta ezt, nagyon elszomorodott, mivel hogy felettém gazdag volt. Jézus pedig ezt látva így szólt. Milyen kelletlenül mennek be az Isten királyságába azok, akiknek vagyonuk van. Mert könnyebb a tevének átmennie a tűfokán, mint a gazdagnak bemennie Isten királyságába. A hallgatóság erre azt kérdezte, és ki képes üdvözülni, mire Jézus így szólt. Ami lehetetlen az emberek szemében, Isten szemében lehetséges. Péter akkor ezt mondta. Nézd, mi elhagytuk tulajdonunkat, és követtünk téged. Ő pedig így szólt hozzájuk. Úgy van, ahogy mondom nektek. Senki nincs, aki magára hagyta otthonát, feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten királyságáért. És ne kapná meg a sokszorosát ebben az időszakban, az eljövendő világkorszakban pedig az örök életet. Magam elé vette a tizenkettőt, és azt mondta nekik, látjátok, felmegyünk Jeruzsálembe, és be fog teljesedni mindaz, ami a proféták által megíratott az ember Mert a nemzetek közül származók kezébe kerül, kigúnyolják, meggyalázzák és leköbdesik. Majd miután megkorbácsolták, megölik. De a harmadik napon fel fog támadni. Ám azok semmit sem fogtak fel ebből, mert ez a kijelentés el volt rejtve előlük, és nem értették meg a mondatokat. Mikor pedig Jerikó felé közeledett, éppen egy vak üldögélt az út mentén és kéregetett. Amint meghallotta, hogy tömeg vonul arra felé, érdeklődött, hogy mi ez a csődület. Tudtára adták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Erre üvölteni kezdett: Jézus, Dávid fia, szállj meg engem!. Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson, de ő annál jobban kiabált: Dávid fia, szállj meg engem! Jézus erre megállt és megparancsolt, hogy vezessék azt hozzá. Mikor közelébe ért, megkérdezte tőle: Mit akarsz, mit tegyek veled? Erre az így szólt: Uram, hogy újra lássak. Jézus ekkor azt mondta neki, láss újra, a hited megszabadított téged. Erre azon nyomban visszanyerte a látását, majd követte őt, Isten dicsőítve. Ennek láttára az egész nép dicsőséget adott Istennek. Majd Jerikóba érve áthaladt a városon. És lást egy zákkály nevű férfi, egy gazdag fővámszedő szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de a tömegtől nem sikerült neki, mert kis termetű volt. Ezért előre szaladt és felmászott egy szikomor fügefára, hogy láthassa őt, mivel arra felé kellett áthaladnia. Mikor Jézus arra helyre ért, felnézett, észrevette és megszólította, Zákkály mász le gyorsan, mert ma a te házadnál kell megszállnom. Erre az gyorsan lemászott, és örömmel vendégül látta. Akik látták ezt, Mindannyian méltatlankodtak, bűnös embernél szállt meg. Zákkály viszont fölállt, és így szólt az úrhoz. Meglátod, uram, vagyonom felét a nincsteleneknek adom, és akit megzsaroltam, négyszeresen kárpótolom. Ma lett üdvössége ennek a családnak, felelte neki Jézus. Hiszen ő is Ábrahám fia, mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Miután ezeket hallották, hozzáfűzött egy hasonlatot is, mivel közel volt Jeruzsálemhez, azok pedig azt hitték, hogy Isten uralmának azonnal meg kell jelennie. Ezért így szólt, egy előkelő származású ember távoli vidékre utazott, hogy birodalmat szerezzen magának, majd visszatérjen. Hivatta tíz szolgáját, átadott nekik tíz minát, és azt mondta, fektessétek be, míg vissza nem jövök. Honfitársai viszont gyűlölték őt, és küldöttséget menesztettek utána e szavakkal. Nem akarjuk, hogy ő uralkodjon fölöttünk. Miután megszerezte a birodalmat, visszatért, és maga elé hívatta azokat a szolgákat, akikre a pénzt rábízta, hogy megtudja, miként fektették be. Megjelent az első, és így szólt. Uram, minád tíz minát hozott. Ő így felelt neki. Jól van, de rég szolgám, mivel hűséges voltál egészen kevés fölött, legyen hatalmad tíz város fölött. Jött a másik is, és ezt mondta. Mínád, uram, öt mínát hozott. Ennek is azt mondta, te pedig uralkodj öt város fölött. Jött a következő, és így szólt. Uram, tessék, itt a mínád. Egy kendőbe eltéve tartottam, mert féltem tőled. Mivel szigorú ember vagy... Elveszed, amit nem te tettél el, és learatod, amit nem tevetettél. Ő pedig így válaszolt neki. Saját szavaid alapján ítélkezem fölötted, te gonosz szolga. Tudtad, hogy szigorú ember vagyok. Elveszem, amit nem én tettem el, és learatom, amit nem én vetettem. Akkor miért nem tetted be pénzemet a bankba? Hogy mikor megjövök, kamatos túl hajtsam be. Majd így szóltam mellette állókhoz, Vegyétek el tőle a mínát, és adjátok oda annak, akinek tíz mínája van. Azok azt mondták neki, urunk, tíz mínája van már. Mert azt mondom nektek, hogy mindannak, akinek van, még adnak majd. De akinek nincs, attól még azt is elveszik, amie van. Azokat az ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királyuk legyek, vezessétek ide, és őjétek meg előttem. Miután ezeket elmondta, tovább indult föl Jeruzsálembe. Mikor Betfagéhoz és Betániához közeledett az olajfák hegyének nevezett hegynél, elküldte két tanítványát. Menjetek el a szemközti faluba, mondta nekik, és amint beértek, találtok majd egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember, azt oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezné tőletek, miért oldjátok el, mondjátok, hogy a gazdájának van szüksége rá. Elmentek, akiket elküldött, és úgy találták, amint megmondta nekik. Mikor eloldozták a szamárcsikót, a gazdái megkérdezték tőlük. Miért oldjátok el a szamárcsikót, mire ők, a gazdájának szüksége van rá? Oda vezették tehát a szamárcsikót Jézushoz, ráborították köpenyeiket, Jézust pedig felültették rá. Miközben továbbment, az emberek alája terítették köpenyeiket az úton. Mikor pedig már közelért az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész tömege kezdte hangosan, örvendezve dicsérni Isten mindazokért az erőmegnyilvánulásokért, amiket láttak. Áldott a király, aki az Úr nevében jön béke a mennyben, és dicsőség a magasságban. Erre néhány farizeus a tömegből azt mondta neki, Mester, szólj rá tanítványaidra. Azt mondom nektek, hogy ha ők elhallgatnak, a kövek fognak kiáltozni, felelte ő. Ahogy közeledett, látva a várost, elsírta magát miatta. Ha te is felismerted volna, Legalább ezen a napon, hogy mi szolgálja a békédet. De most ellet rejtve szemed elől, mert olyan napok következnek rád, mikor ellenségeid sáncot emelnek veled szemben, körülzárnak és mindenfelől megostromolnak. Földre taposnak téged és benned lakó gyermekeidet, és nem hagynak benned követ-kövön, mert nem ismerted föl meglátogatásod pillanatát. Mikor bement a templomba, elkezdtek kiűzni azokat, akik árusítottak és vásároltak benne. E szavakkal. Megvan írva. Az én házam, az imádkozás háza. Ti pedig rablóbarlangát tettétek. Minden nap tanított a templomban. A főpapok, az írástudók és a népvezetői keresték a módját, hogyan végezhetnék ki, de nem tudták, mit tegyenek vele. Mert az egész nép rajta csüngött. És őt hallgatta. Történt egy napon, hogy miközben a templomban tanította a népet és hirdette az evangéliumot, megjelentek a főpapok és az írástudók a vénekkel, és így szóltak hozzá. Mondd meg nekünk, milyen hatalommal teszed ezeket? Vagy kicsoda az, aki téged erre felhatalmazott? Mire ezt válaszolta nekik: Én is kérdezek tőletek egy dolgot. Mondjátok meg nekem. Vajon János alámerítése a mennyből volt, vagy az emberektől? Azok így tanakodtak egymás közt. Ha azt mondjuk, hogy a mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Ha meg azt mondjuk, hogy az emberektől, az egész nép megkövez minket, mert meg vannak győződve róla, hogy János próféta volt. És azt felelték neki, hogy nem tudják, honnét volt. Jézus erre így szólt hozzájuk. Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Majd a néphez fordulva belefogott ebbe a példázatba. Egy ember ültetett egy szőlőskertet, és bérbe adta szőlőműveseknek, majd hosszú időre elutazott. Mikor eljött az ideje, elküldött egy szolgát a szőlőművesekhez, hogy adjanak neki a szőlőskert terméséből, ám azok megverték, és üres kézzel küldték vissza. Erre ismét küldött egy másik szolgát, de azok azt is csúfosan megverték, majd üres kézzel küldték vissza. Ismét csak küldött egy harmadikat, de azt is megsebesítették és kiűzték. Ekkor így szólt a szőlőskert gazdája: Mit tegyek? Elküldöm a szeretett fiamat, talán akkor magukba szállnak. De amikor meglátták őt a szőlőművesek, egymás közt így tanakodtak. Ez az örökös. Öljük meg, hogy miénk legyen az örökség. Majd kiűzték a szőlőskertből, és meggyilkolták. Vajon mit fog velük tenni a szőlőskert gazdája? Eljön, megöli ezeket a munkásokat, és a szőlőt másoknak adja. Mikor ezt hallották, azt mondták, Isten őriz! Jézus azonban rájuk tekintett, és azt mondta, akkor mit jelent az, ami megvan érve? A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarok kő. Mindenki, aki erre a kőre ráesik, összezúzódik. Akire pedig ez a kő esik rá, az szétmorzsolja. Az írástudók és a főpapok már akkor igyekeztek kezükbe keríteni őt, mert megértették, hogy róluk mondta ezt a példázatot, de féltek a néptől. Ezután felbérelt megfigyelőket küldtek ki, akik igazaknak tettették magukat, hogy rajta kaphassák beszédében, és így átadhassák a hatóságnak, vagyis a helytartó hivatalának. Megkérdezték tőle, tanító, tudjuk, hogy helyesen beszélsz, és tanítasz, és nem vagy részrehajló, hanem a valóságnak megfelelően tanítod Isten útját. Szabad-e adót fizetnünk a császárnak, vagy sem? Ő azonban átlátott a ravasságukon, és azt mondta nekik. Mutassatok nekem egy dénárt. Kinek a képe és felirata van rajta? Azt felelték, a császári. Mire ő azt mondta nekik. Hát akkor adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené és nem tudtak belekötni abba, amit mondott a nép előtt, hanem válaszán megdöbbenve elhallgattak. Jöttek néhányan a szadduceusok közül is, akik tagadják, hogy van feltámadás, és megkérdezték tőle. Tanító, Mózes előírta nekünk, ha valakinek meghal a fivére, akinek volt felesége, de gyermeke nem, akkor vegye el annak fivére az asszonyt, és nemzen utódott fivérének. Volt tehát hét fivér. Az első megnősült, de meghalt gyermektelenül. Ekkor a második, majd a harmadik is elvette az asszonyt, és ugyanígy mind a hét. De azok is gyermektelenül haltak meg. Utolsóként aztán meghalt az asszony is. Melyikük felesége lesz hát az asszony a feltámadáskor? Hiszen mind a hétnek felesége volt. Jézus ezt válaszolta nekik. Ennek a világkorszaknak a fiai nősülnek és férhez mennek. De akik méltónak bizonyulnak arra, hogy annak a világkorszaknak és a halottak közül való feltámadásnak részesei legyenek, se nem nősülnek, sem férhez nem mennek. Sőt, még csak meghalni sem képesek többé, mert angyalszerűekké válnak, és Isten fiai lesznek, mivel, hogy a feltámadás fiai. Azt pedig, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is hírulatta a bokornál, mikor az Urat, az Istent Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákób Istenének mondta. pedig Isten nem a halottak, hanem az élők Isten. Mert az ő számára mindenki él. Néhányan az írás tudok közül pedig azt felelték erre. Jól mondtad, tanító. Így aztán senki sem mert többé semmit kérdezni tőle. Ő viszont azt kérdezte tőlük. Hogyan mondják a Krisztusról, hogy Dávid fia? Hiszen maga Dávid mondja a Zsoltárok könyvében. Így szólt uramnak az úr. Ülj a jobbomra, míg ellenségeidet lábaid zsámoljává teszem. Tehát Dávid urának hívja őt. Hogy lehet akkor a fia? Tanítványainak pedig az egész nép hallatára azt mondta: Óvakodjatok az írás tudóktól, akik előszeretettel járkálnak hosszú köntösökben. Szeretik a köszöntéseket a köztereken, az első helyeket a gyülekezetekben, és a főhelyeket a fogadásokon. Fölélik az özvegyek házát arra hivatkozva, hogy sokat imádkoznak. Ezek még súlyosabb ítéletet kapnak. Amikor feltekintett, látta, hogyan dobják bele a gazdagok ajándékaikat a kincsgyűjtő edényekbe. Meglátott egy szegény özvegyasszonyt is, aki két leptont dobott be, mire azt mondta. Úgy igaz, hogy mondom nektek. Ez a nincstelen özvegyasszony mindenkinél többet dobott be, mert azok mindnyájan a feleslegükből dobtak az ajándékokhoz, ő viszont a szűkölködéséből. Minden vagyonát, ami csak volt, bedobta. Mikor pedig néhányan úgy beszéltek a templomról, hogy az micsoda szép kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van feldíszítve, azt mondta. Jönnek majd napok, amikor mind abból, amit itt nézegettek, kőkövön nem marad, amit le nem rombolnának. Erre megkérdezték tőle, tanító, mikor fognak ezek megtörténni? És mi lesz a jele annak, hogy ez bekövetkezik? Ő pedig azt felelte. Vigyázzatok! Nehogy tévútra vezessenek titeket, mert sokkal jönnek majd az én nevemre hivatkozva, akik azt mondják, én vagyok, meg közeledik a kijelölt idő, ne kövessétek őket. Mikor pedig háború és zavargások hírét fogjátok hallani. Ne rémüljetek meg, mert ezeknek meg kell történniük előbb, de ez nem mindjárt a vég. Akkor azt mondta nekik, nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad. Hatalmas földrengések, mindenféle éhínségek és járványok lesznek. Rettenetes dolgok történnek, és nagy jelek lesznek az égből de még mindezek előtt kezüket rátok vetik, és üldözni fognak. Gyülekezeteknek adnak át, és börtönbe vetnek. Királyok és uralkodók elé hurcolnak benneteket az én nevemért. De ez arra szolgál, hogy tanú bizonságot tehessetek. Tökéletek el tehát a szívetekben, hogy nem foglalkoztok előre azzal, hogyan fogtok védekezni mert én majd adok nektek olyan szájat, és olyan bölcsességet, amelynek nem lesznek képesek ellenállni, sem ellent mondani azok, akik nektek ellenszekülnek. Elárulnak majd benneteket szülők és testvérek, rokonak és barátok is, és lesz, akit meg is ölnek közületek, és mindenki, aki előtt gyűlöltek lesztek az én nevem miatt. De fejetek egyetlen hajszála sem veszik el kitartásotokkal tartjátok meg a lelketeket. Mikor pedig látjátok majd, hogy hadseregek zárták körül Jeruzsálemet, akkor tudjátok meg, hogy küszöbön áll elpusztulása. Akkor, akik Júdában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Akik ott tartózkodnak, azok hagyják el azt, akik pedig a környékén, azok ne menjenek be oda. Mert azok a bosszú napjai lesznek. Hogy mindez beteljesedjék, ami meg van írva. Jaj, a várandós és szóptatós asszonyoknak, azokban a napokban. Mert nagy szorongattatás lesz a földön, és harag ezen a népen. Kardére hányják, és fogságba hurcolják majd őket valamennyi nemzet közé. És Jeruzsálemet nemzetek tapossák egészen addig. Amíg le nem telik a nemzetek időszaka. Jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a nemzetek szorongása, a tenger és a rengés morajlása miatti aggodalmukban. Az emberek belehalnak a félelembe és a várakozásba, hogy mi lesz a lakott világgal. Mert az egek erői meg fognak rendülni. És akkor meglátják az ember fiát, amit felhőbe jön, nagy hatalommal és dicsőséggel. Mikor ezek elkezdenek megvalósulni, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásatok. Majd egy példázatot mondott nekik. Nézzétek meg a fügefát, és az összes többi fát. Amikor látjátok, hogy már levelet hajtanak, magatoktól is tudjátok, hogy már közel van a nyár. Ugyanígy ti is, mikor ezt bekövetkezni látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az Isten királysága. Úgy van, ahogy mondom nektek. Nem hal ki ez a nemzedék, amíg mindezek meg nem történnek. Az ég és a föld megsemmisül. De az én szavaim semmiképp sem veszítik érvényüket. De vigyázzatok magatokra, hogy a szívetek sose nehezedjék el mámortól, részegségtől és az élet gondjaitól, hogy ne lepjen meg benneteket az a nap váratlanul, mint egy csapda, mert hirtelen érkezik el mindazokra, akik az egész föld színén laknak minden időszakban éberen vírasszatok, és könyörögjetek, hogy legyen erőtök felülkerekedni és megmenekülni mindazoktól, amik történni fognak, és megállhassatok az ember előtt. Nappal a templomban tanított, éjszakánként pedig kiment az olajfák hegyére, és ott töltötte az éjszakát. De hajnalban az egész nép oda gyűlt hozzá, hogy őt hallgassa a templomban. Közeledett a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet Pészáknak neveznek. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan ölhetnék meg őt, mert féltek a néptől. A sátán pedig belement a kerióti férfinak nevezett jódásba, aki egyike volt a tizenkettőnek. Ez elment. Összebeszélt a főpapokkal és a parancsnokokkal, hogy miképpen fogja a kezükre játszani őt. Azok megörültek és megígértek neki, hogy pénzüti a markát. Júdás ráállt az egyességre, és kereste a kedvező alkalmat, hogy mikor játsza őt kezükre, mikor nincs ott a tömeg. Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor be kellett mutatni a pészaki áldozatot. Jézus akkor elküldte Pétert és Jánost e szavakkal. Menjetek és készítsétek el nekünk a pészáki vacsorát, hogy megehessük. Azok azt felelték erre. Hol akarod, hogy elkészítsük? Jézus azt válaszolta. Figyeljetek! Mikor bementek a városba, találkozni fogtok egy vizes korsót vívő emberrel. Kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy. És mondjátok meg a házurának. A tanító kérdezteti tőled, hol van a szállás, ahol a pészaki vacsorát tanítványaimmal megehetem. Mire ő mutat majd nektek egy nagy, berendezett emeleti ebédlőt, ott készítsétek el. Amikor elmentek és úgy találták, ahogyan elmondta nekik, és elkészítették a pészáki vacsorát. Amikor elmentek és úgy találták, ahogy elmondta nekik, és elkészítették a pészáki vacsorát. Mikor pedig eljött az ideje, letelepedett az apostolokkal együtt, és azt mondta nekik. Vágyva vágytam arra, hogy mielőtt szenvedek, megegyem veletek ezt a pészáki vacsorát. Mert azt mondom nektek, hogy semmiképp sem eszem abból mindaddig, amíg be nem teljesedik az Isten királyságában. Majd fogta a poharat, hálát adott, és azt mondta, vegyétek ezt, és osszátok el egymás között. Mert én azt mondom nektek, mostantól fogva semmiképp sem iszom a szőlő terméséből, amíg el nem jön az Isten királysága. Majd megfogta a kenyeret, hálát adott, tört belőle és átadta nekik e szavakkal. Ez a testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az emlékezetemre. Majd miután megvacsoráztak, ugyanígy fogta a poharat is, és így szólt. Ez a pohár az én tiértetek kiömlő véremmel megkötött új szövetség. De lám csak, annak a keze, aki elárul, az enyémmel együtt van az asztalon. Mert az emberfia elmegy ugyan amint az el van rendelve. Mégis, jaj annak az embernek, aki elárulja. Erre azok kérdezgetni kezdték egymástól, hogy melyikük lehet az, aki ilyet szándékozik tenni. Vita is támad köztük, hogy melyikük tekinthető nagyobbnak. Jézus azonban azt mondta nekik, a nemzetek királyai uralkodnak felettük, és akik a hatalmat gyakorolják rajtuk, jó tevőknek hivatják magukat. Ti azonban ne tegyetek így, hanem aki nagyobb köztetek, legyen olyan, mint a fiatalabb, és a vezető legyen olyan, mint aki szolgál. Hiszen ki a nagyobb, aki az asztalnál ül, vagy aki felszolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül. Én pedig olyan vagyok köztetek, mint aki felszolgál ti vagytok azok, akik végig kitartottatok mellettem a megpróbáltatásaimban. Én pedig királyi hatalmat bízok rátok, ahogyan atyám, én rám, hogy asztalonnál legyetek, és ígyatok a királyságomban, és trónokon ülve ítélkezzetek majd Izrael tizenkét törzse felett. Simon, nézd, a sátán kikövetett magának benneteket, hogy átszitáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne a hited. Ezért, amikor majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet. Erre Péter azt mondta neki, uram, a börtönbe vagy a halálba is kész vagyok veled menni. De Jézus azt felelte, állítom neked, Péter, mielőtt ma megszólal a kakas, háromszor le fogod tagadni, hogy ismersz engem. Majd azt mondta nekik, mikor elküldtelek benneteket Erszény, Tarisznya és Saru nélkül, nélkülöztetek-e valamit is? Mire azok? Semmit. Azt mondta erre nekik. Most viszont, akinek van Erszénye, vegye elő. Hasonlóképp a Tarisznyát is, akinek pedig nincsen, adja el a köpenyét és vegye el rajta kardot. Mert azt mondom nektek, hogy be kell teljesednie rajtam annak, ami megvan írva. És törvénytelenek közé számították. Mert ami rólam szól, beteljesedik. Azok erre azt mondták: Uram, nézd, itt van két kard, ő pedig azt felelte nekik: Az elég. Ezután kiment, és szokása szerint az Olajfák hegyére tartott, ahová tanítványai is követték. Mikor megérkeztek arra a helyre, azt mondta nekik: Imádkozzatok hogy ne kerüljetek megpróbáltatásba. Ő pedig elment tőlük, mint egy kőhajításnyira, és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, de ne az én akaratom valósuljon meg, hanem a tiéd. Egy angyal is megjelent neki a mennyből, hogy megerősítse, Küzdelme során még nagyobb erőfeszítéssel imádkozott. A verejtéke olyan lett, mint a földre hulló vércseppek. Majd, miután felkelt az imádkozástól és odament a tanítványokhoz, a bánattól elaludva találta őket, és így szólt hozzájuk: Mit haszotok? Keljetek fel és imádkozatok, hogy ne kerüljetek megpróbáltatásba. Még miközben ezeket mondta, egyszer csak megjelent egy csoport, élén a Júdás nevűvel, a 12 egyikével, aki Jézus felé tartott, hogy megcsókolja. Jézus azonban azt mondta neki, Júdás, csókkal árulod el az ember fiát. Mikor pedig látták a körülötte lévők, hogy mi készül, azt mondták, Uram, vágjuk őket karddal? Egyikük oda is csapott a főpap szolgájára, és levágta annak jobb fülét. Jézus azonban azt felelte nekik, hagyjátok, elég ebből. Majd megérintett, és meggyógyította a fülét. A templom főpapjainak, és parancsnokainak pedig, meg a véneknek, ezt mondta Jézus, mikor oda léptek hozzá, gardokkal és husángokkal vonultok ki ellenem, mint valami bűnöző ellen. Mikor naponta veletek voltam a templomban, nem emeltetek rám kezet, de ez a ti órátok, és a sötétség hatalmáj. Miután pedig elfogták, elvezették, és bevitték a főpapázába. Péter pedig távolról követte őket. Az udvar közepén körös tüzeket gyújtottak, ahová letelepettek, és Péter is odaült közéjük. Amint ott üldögélt a tűz fényénél, észrevette az egyik cseléd, és figyelmesen megnézve őt, megszólalt. Ez is vele volt. Péter azonban tagadta, és így szólt. Nem ismerem őt, asszony. Kis idő múlva egy másik is észrevette őt, és azt mondta, te is közülük való vagy, de Péter így szólt. Ember, nem vagyok. Körülbelül egy óra elteltével más valaki is erősködött. Tényleg vele volt ez is, hiszen ő is galileai. Péter azonban azt mondta, ember, nem tudom, miről beszélsz. Még be sem fejezte a mondatot, amikor megszólalt a kakas. Ekkor az úr megfordult, és rátekintett Péterre. Péternek pedig eszébe jutott az úr kijelentése, amikor azt mondta neki, mielőtt a kakas ma megszólal, Háromszor tagadsz meg engem. Ekkor kiment, és keserves sírásba fakadt. Azok a férfiak pedig, akik Jézus fogva tartották, szórakozásból ütötték, verték, majd a fejét letakarva kérdezgették tőle. Profétáld meg, kiütött meg. És sok más szidalmat szóltak rá. Amint megvírrat, összegyűlt a nép véneinek tanácsa a főpapok és az írás tudok. Bevezették őt gyűlésük el, és így szóltak. Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk, mire ő. Ha megmondom nektek, úgy sem el. Ha pedig én kérdeznélek, úgy sem válaszolnátok. De mostantól fogva az ember fia az Isten erejének jobbján ül. Erre azt mondták, te vagy hát az Isten fia? Ő pedig ezt válaszolta nekik. Ti mondjátok, hogy én vagyok. Mire azok? Mi szükségünk van még tanúvallomásra, hiszen mi magunk hallottuk a saját szájából. Ezután egész sokaságuk felkelt, és Jézus Pilátus elé vezették. Ott e szavakkal kezdték vádolni. Megállapítottuk, hogy ez félrevezeti népünket tiltja, hogy adót fizessünk a császárnak, továbbá azt állítja magáról, hogy ő a Krisztus, a király. Pilátus erre megkérdezte őt. Te vagy a zsidó királya? Ő azonban azt felelte. Te mondod. Pilátus ekkor azt mondta a főpapoknak és a tömegnek. Semmi kivetni valót nem találok ebben az emberben. Ám azok még erősebben hajtogatták. Fellázítja a népet tanításával egész Júdeában. Galileától fogva egészen ideáig. Pilátus ennek hallatán megkérdezte, hogy vajon galileai embere. És amint megtudta, hogy Heródes fennhatósága alá tartozik, átküldte Heródeshez, mivel azokban a napokban ő is Jeruzsálemben volt. Amikor Heródes megpillantotta Jézust, igen megörült, mivel már jó ideje szerette volna látni. Hallott ugyanis felőle, és azt remélte, hogy valami jelet tesz majd a szeme láttára. Jó darabig bőbeszédűen kérdezgette, de ő semmit sem válaszolt neki. Eközben ott álltak a főpapok és az írás tudók is, akik keményen vádolták. Heródes pedig egész kíséretével együtt megvetően bánt vele, és gúnyolódások közepette, fényűző ruhákba öltöztette, majd visszaküldte őt Pilátushoz. Heródes és Pilátus ezen a napon kötöttek barátságot egymással azelőtt ugyanis ellenséges viszonyban voltak. Pilátus pedig összehívta a főpapokat, az előjárókat és a népet, és közölte velük. Ezt az embert azzal hoztátok elém, hogy zavargást kelt a nép között. Ezzel szemben én, noha előttetek vallattam ki, egyetlen vádpontban sem találtam vétkesnek azok közül, amelyekkel ti De még Heródes sem. Hiszen visszaküldte őt hozzánk. Vagyis láthatjátok, hogy semmi halálra méltó dolgot nem követett el. Megfegyintem, hát, majd szabadon bocsátom. Tudni illik, az ünnepek alkalmával, szabadon kellett bocsátaniuk egy-egy foglyot. Erre az egész meg azt kezdte ordítozni: Öld meg ezt, és barabbá tenged nekünk. Ez utóbbi valami Jeruzsálemben elkövetett lázadásért és gyilkosságért ült a börtönben. Pilátus ismét szólt hozzájuk, mert szabadon akarta engedni Jézust, de azok így kiáltoztak. Keresztre vele! Keresztre vele! Pilátus pedig harmadszor is azt mondta nekik. De hát semmi rosszat nem tett, semmi okot sem találtam benne a halálbüntetésre. Megfenyítem hát, majd szabadon bocsátom. Ők azonban még hangosabban üvöltözve követelték, hogy feszítsék őt keresztre. Így végül hangjukkal felülkerekedtek. Pilátus ekkor úgy döntött, hogy teljesíti követelésüket. Szabadon bocsátotta azt, akit kértek, aki lázadásért és gyilkosságért került börtönbe. Jézus pedig kiszolgáltatta akaratuknak. amit elvezették őt, megragadtak egy bizonyos kürénéi származási simont, aki épp a földjéről jött be, és ő rátették a keresztfát, hogy vigye Jézus után. A népből és az asszonyok közül is igen sokan követték őt is, Mellüket verve siratták, Jézus feléjük fordulva azt mondta: Jeruzsálem lányai, ne engem sírassatok, hanem magatokat és a gyermekeiteket sírassátok. Mert meglátjátok, jönnek napok, amikor ezt mondjátok majd. Boldogok a meddők, a mélyek, amelyek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak akkor elkezdik majd azt mondani a hegyeknek, boruljatok fölénk, és a domboknak, rejtsetek el minket. Mert ha ezt teszik az élő fával, mi történik majd a szárazzal? Két másik gonosz tevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor a koponyának nevezett helyre értek, ott keresztre feszítették őt. És a korosztevőket is. Ez egyiket jobb felől, a másikat bal felől. Jézus pedig így szólt. Atyám, bocsáss meg nekik, hiszen nem tudják, mit tesznek. Majd sorsot vetve megosztoztak ruháin. A nép csak állt és bámészkodott. Az előjárók pedig így csúfolódtak. Másokat megszabadított. Szabadítsa -e meg most önmagát. Az ő az Isten, Krisztusa, a kiválasztott. A katonák is gúnyolódtak rajta. Odalépe hozzá, elcettel kínálták, és így szóltak hozzá. Ha te vagy a zsidó király, szabadíts meg magadat. Egy felirat is volt rajta. Ez a zsidó király. Ez egyik kereszten függő gonosztevő, ez szavakkal szidalmazta őt. Hát nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg magadat is, és minket is! De másik rászólt, és azt mondta neki. Te pedig nem féled az Isten? Hiszen téged is ugyanarra ítéltek. Csak hogy minket jogosan, mert mi azt kapjuk, amit tetteinkért érdemlünk. De ez semmi rosszat nem tett mert hozzátette. Jézus, emlékezz majd rám, amikor bemész a királyságodba. Erre ő azt mondta neki. Úgy van, ahogy mondom neked. Ma velem leszel a paradicsomban. Már hat óra felé járt az idő, amikor sötétség támadt az egész földön. Kilenc óráig. Még a nap eltűnése tartott, a templom függönye a közepén ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott. Atyám, a kezedbe teszem le a szellememet. És e szavakkal kilehelte a lelkét. Amikor a százados látta, mi történt, így dicsőítette az Istent. Ez az ember valóban igaz volt. És az egész tömeg, amely a látványosság kedvéért csődült oda, a történtek láttán mellét verve tért vissza. Ismerősei pedig mind, és az asszonyok, akik Galileából követték őt, a távolban állva látták ezt. Ekkor egy József nevű ember, a tagja, kiváló igaz férfi, aki nem értett egyet azok döntésével és cselekedetével a júdeai Arimatia városából való, aki várta az Isten királyságát, elment Pilátushoz és, és elkérte Jézus testét. Miután levette gyorsba csavarta, és betette azt egy sziklába vált sírba, ahol még soha senki nem feküdt. Ez az előkészület napján történt, szombatra viradólag. Elkísérték az asszonyok is, akik együtt jöttek vele Galileából. Megnézték a sírt, és azt, hogyan helyezték bele Jézus testét. Majd visszatérve illatszereket és kenőcsöket készítettek. Szombaton azonban pihentek, a törvénynek megfelelően. A hét első napján, mikor még alig hajnalodott, elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A zárókövet azonban a sírról elgördítve találták. Mikor pedig bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Miközben ők nem tudták mire vélni a dolgot, egyszer csak két férfi termet mellettük, villámhoz hasonló, ragyogó ruhában. Majd, mikor rémülten arccal a földre borultak, a férfiak azt mondták nekik: Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, hanem feltámadt. Jusson eszetekbe, hogyan mondta nektek, mikor még Galileában volt? az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor eszükbe jutott, amiket mondott. Ezután visszatértek a sírtól, és mindenről beszámoltak a tizenegynek, és mind a többieknek. Ezek a nők a következők voltak. A Magdalai Mária, Johanna és Mária, a Jakab anyja valamint a többiek, akik velük voltak. Beszámoltak ezekről az apostoloknak, de beszédük csak ostobaságnak tűnt a szemükben, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és behajolva csak a gyolcsokat látta ott. Majd eljött onnan, magában megdöbbenve az eseten. Ketten közülük éppen aznap egy Ammaus nevű faluba tartottak, amely Jeruzsálemtől hatvan stadionnyira feküdt. Egymás közt beszélgettek mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek, és egymást kérdezgették, egyszer csak maga Jézus szegődött melléjük, és együtt ment velük. Szemüket azonban valami megakadályozta abban, hogy felismerjék. Ekkor azt mondta nekik, milyen dolgokról beszélgettek egymással útközben. Erre komor tekintettel megálltak. Majd egyikük, akinek Kleopász volt a neve, így válaszolt neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott az elmúlt napokban. Mire azt felelte: Ugyan mi? Azok erre azt mondták neki: Az, ami a Názáreti Jézussal történt, aki tettekben és beszédben egyaránt hatalmas proféta volt Isten és az egész nép előtt. Hogy hogyan adták át őt a főpapok és a mi vezetőink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi azt reméltük, hogy neki kell megváltani a Izraelt. De már a harmadik napja, hogy ez történt. Ráadásul néhány közülünk való asszony is nagyobb megdöbbentett minket, akik korai hajnalban voltak a sírnál, mert nem találták meg a testét. És amikor eljöttek, azt állították, hogy angyalok megjelenését látták, akik azt mondták, hogy ő él. Erre a velünk levők közül néhányan elmentek a sírhoz, ahol mindent úgy találtak, ahogy az asszonyok mondták, de őt magát nem látták. Ekkor Jézus azt mondta nekik, ó, de értetlenek és lusta szívűek vagytok ti arra, hogy elhiggyétek mindazt, amiről a próféták beszéltek. Hát nem ezt kellett elszenvednie a Krisztusnak? És nem így kellett belépnie a dicsőségébe? Majd elkezdve Mózes-től és valamennyi profétától elmagyarázta nekik mindazt, ami valamennyi írásban meg volt írva felőle. Közben megérkeztek abba a faluba, ahová igyekeztek, és ő úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok erősködtek. Maradj velünk, mert beesteledett, és már lement a nap. Bement tehát, hogy velük maradjon. Majd, mikor asztalhoz telepedett velük, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, tört belőle, és átadta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban láthatatlanná vált számukra. Ekkor azt mondták egymásnak, Ugye, hogy lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, ahogy feltárta előttünk az írásokat. Erre azon nyomban útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol összegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket, akik elmondták, hogy valóban feltámadt az úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is előadták az úton történteket, és azt, hogyan ismerték fel, amikor tört a kenyérből. Miközben erről beszélgettek, egyszer csak ő maga állt ott, közöttük, és így szólt hozzájuk. Békesség nektek. De ők megrémültek, és félelmükben azt hitték, szellemet látnak. Jézus ekkor azt mondta nekik, miért zavarodtatok össze, és miért merülnek fel okoskodások a szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, én vagyok az. Érintsetek meg, és nézzetek meg, hiszen a szellemnek nincs húsa és csontjai, de amit látjátok, nekem van. És miközben beszélt, megmutatta nekik a kezét és a lábát. De mert mi mindig nem hittek az örömtől, és meg voltak döbbenve, azt mondta nekik. Van itt valami valótok." Erre adtak neki egy darab sült halat és lépes mézet. Ő pedig fogta, és a szemük láttára megette. Ezután azt mondta nekik. Ezek azok a szavaim, amelyeket mondtam nektek, még mikor veletek voltam. Hogy be kell teljesednie mindannak, ami megíratott rólam Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. Amikor megnyitotta szívük értelmét, hogy megérthessék az írásokat, majd azt mondta nekik: Így van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül. És hirdetnie kell az ő nevében a megtérésnek, a bűnök bocsánatára minden nemzetben, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok ennek a tanúi. És meglátjátok, hogy elküldöm rátok atyám ígéretét. Ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok erővel a magasságból. Ezután kivezette őket Betániáig, és kezét fölemelve megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és fölemelkedett az égbe. Ők pedig, miután leborulva imádták őt, visszatértek Jeruzsálembe, nagy örömmel. Állandóan a templomban voltak, és áldották az Istent. Amen.